Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. Kakasatibi, kakasatibi, ma. Te jó, itt vagy Like Maker. Like Maker. Nem tehetek róla, hogy egyszerűen érzem a közösségi médiát. Tehát hiába irigykedtek. Szereted. Uralom. Így kell csinálni. Kitaláltál egy új dolgot, mert ugye mindig megjövök közétek, itt már megvagytok alakulva, mire én ide megérkezek, ugye egy olyan baromi nagy egységbe. Én meg megjövök, azt én magányos vagyok. Mostantól minden reggel, mikor megjövök, akkor választok egy napi barit, aki aznapra akár mi van, támogat. Jó. Én nem tudok itt lenni olyankor. Aki, na, ma, azért, mert mivel tudom, hogy ha önként jelentkezésre fogom a dolgot hagyni, akkor nem lesz egy tolakodás, hogy ki legyen a napi barim, ezért a kijelöléses alapon Jani, te leszel ma. Ez az! Te leszel ma. Ja, köszönünk választ? Nem, kiszaladok a felüljár, igen, kiszaladok a felüljáró alá, és keresek egy nyomorultat. Na jó, Jani, akármi történik ma te velem vagy, jó, engem van. Támogatsz, történjen bármi, jó? Jó. Srácok, egyszerre erre igen mondunk, onnantól kezdve egy valakit elveszítünk, csak mondom, hogy azért erre szó, azért gondold el. Az, miért, az, hogyha velem van, attól miért veszíted el? Figyelj, feltett szándékom, hogy a Morning Show Facebook oldalát felnyomom 300 ezer lájkra, és itt egyetlen olyan ember van a környezetünkben, aki ebben tud nekem segíteni, az pedig Tibi, tehát jóba like. How much is the like? Tudjék vagytok. Na, egy apróságba szeretnék rögtön be is kezdeni. Észrevettem magamon, hogy kezdek egy fura módon spórolni. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki ebbe velem. A legjobb barátot választottad már. Bari velem van. Bari velem van. Az egy ötöst. Pacsi! Viszont üthetünk akkor, azt tudod. Innentől kézve ti ellenségek vagytok, azt abszolút, nem is mondtam. Csak mondom, hogyha én leszek a napi bari, akkor én viszont hátba szúrlak. Te igazi rohadék leszel, nem? Én úgy leszek napi bari, hogy közben mégsem leszek napi bari. Csak elfordulsz védeni magad az ellenségek felé, tudod, mert azt hiszed, hogy a napi bari nem támad, megnyitom a kapukat az ellenségnek, megszurkálak és kinyitom, hogy jöjjenek be a várba nyugodtan. Igen. Na, hogy azon kaptam magam tegnap egészen pontosan, hogy egy ilyen hülye szokás kezd bennem elharapózni, hogy ha úgy fogyasztom ki a benzint a kocsimból, hogy a következő tankolásig ilyen nullával így odaessek, akkor az az érzésem van, hogy a jobban kiaknáztam az előző tankolást. És ugye rendszeresen az, hogy nem rátankolok a fél tankra, meg a 3/4 tankra, 1000 forintot, meg nem tudom, hanem kivárom jó nullára. Még írja a komputer, hogy 5 km, 4, 2, 0, és akkor nullával próbálok játszani a gázzal, a pici gázzal, hogy oda csordogáljak. Ez annyira szimpatikus benned, útig. Hogy valójában megtehetnéd, hogy egyáltalán nem figyelsz ezekre a dolgokra, hiszen nagyon népszerű vagy. Úgy, műsorvezetőként, mégis hát ebből látszik, én azt gondolom, hogy tudatosan gondolkodó, tudatosan élő ember van itt most a környezetben. Köszönöm, Tibi, minden nap tanulom tőled valamit. Jani, de nem így kell barátkozni. Ja, nem azt mondod, hogy nem hazugbari, hazibari. Na, de hogy ti nem nyomjátok? Ti mindig rátankolgatok? Vagy valamikor kiszámolgatod, és azt mondod, hogy így most, hogy jobban megérte valahogy. Tehát jobban kiaknáztad az előző tank benzin. Sos érthetem, hogy a Viki ezt miért csinálja, meg eleve a nők miért csinálják ezt. Tehát, hogy ez miért jó a tényleg, nők, hogy elmész az utolsó, ez egy női vonás. És az a durva, hogy rákattantam. Hetente indul a para, hogy most akkor lesz elég gázolaj, vagy nem lesz elég gázolaj. De egyszerűen jobb érzés úgy oda menni, hogy tök üres a tankod. Sőt, még egy kutat még azt mondanám, igen, hogy még egy benne van. És már kírja a komputer, hogy nulla, és akkor azon gondolkozom, hogy oké, mikor írta ki, hogy nulla, mert az a nullához képest még egy 40-et egy tudok menni. És például amikor megyek ki Szentendrére játszani, már úgy jövök ide, hogy nulla. És kiszámoltam, hogy Szentendrén innen egy 30, meg lesz. Olyan. Az még meg lesz. Bizony. Kimegyek, és visszafelé izgulok, hogy vajon meddig tudok eljönni. És mikor amikor is a piros voltam, lámpa mikor is voltam, rángat az autó, akkor beállok. Tudod, ez a mikor is volt az a nulla, ami még a 40 nulla, igen. Vagy ez már a nulla nulla. Ez miért jó? Nem tudom, mondom, valahogy én bennem az van, hogy ez ilyen talált literek. Vagy nem tudom, tehát hogy ilyenkor, mintha nyernék egy picikét. Tehát... Inkább lusta vagyok megállni. Tehát azt hiszem, hogyha később állok meg, akkor könnyebb lesz megállni, mintha most állnék meg. Tehát van egy ilyen ússzuk meg a tankolást. De nem tudom, próbáljuk majd holnapra áttenni. Fél tankra már nem, én nem tankolok soha. Én csak az, amikor olyan porzó, ilyen jó ki van, és akkor
Egyszer maradjatok ott. Nagyon fogsz tudod, hogy, tudod, hogy a gázolajas, ha ott marad, tehát a dízel ott marad, az nem is annyira szerencsés. Tehát a benzinese rátöltesz, de a gázolajnál ott a dízelnél van valami, hogy kifogy a rendszer, kiürül, és ott az necces. Az nem annyira jó. De kérdezzük meg erről. Te benzines vagy, nem? Én benzines vagyok. De kérdezzük meg erről a barit. Hát biztos, hogy azért ő, aki egy akkurátus... Már most elmondta, hogy micsoda, a Jani elmegy 10 kilométert és rátankol, nehogy baj legyen a túrán, amire indul a két végén. Tehát ő nem ez a kockázatos típus. Rátankolgatsz? Náluk egyszer volt. Ez az egy nagyon kemény szituáció volt, mentünk azt talán Salgó tarjába, és mondom, ráérünk, van még benne, belefér, alján ott van még, úgy van kialakítva a tank, anya, ne foglalkozz vele. Ja, lesz itt, azt hiszem egy kilométerről lesz, nem lett. És egy büfének a parkolójában egy mezőgazdasági valamilyen ilyen kis járműből, mint egy multikárból, vagy ilyesmiből slaggal töltöttünk. Szopogattad le a parkolóba. Úgyhogy megsajnáltak minket, és adtak nekünk körülbelül 2 liter benzint úgy, hogy levágták egy pillepalacnak a tetejét, hogy legyen töltsér, utána át, hogy hívják be, slaggal, és úgy töltöttek át a kis autónkba 2 litert körülbelül. De benyás vagy, ugye nem gázolajas, te benzines. Nem, nem annyira de gáz. De soha nem felejtem el. Tehát, hogy igen, az, valahogy meg akarod úszni. Igen. De a tankolás nem fogod nem tudod, úszni. Tudom, én mindig furán néztem a Vikire, hogy miért csinálod, és most az utóbbi 2 hónapban 3-szor kellett nekem ugye üzemanyagot hozni, mert nem volt esélyem eljutni. Ez egy kihívás, ez egy sport. Nem. Kiszámolod, és úgy érzed, hogy meg tudtam csinálni. Ez olyan, mint hogyha energiát akarik. Nem lehet, hogy 40 felé ez már egy ilyen izgalmi állapot, tudod, hogy kicsit úgy semmi nem történik az életedben, tudod, ez a 40-es korosztályra vonatkozó ilyen általános válság, tudod, amikor ugye hétköznapi életet élsz, nem történik semmi, és akkor ez a játék. Elérek a következő benzinkútig, nem érek el a következő. Túl veszélyesen élni. Tényleg. Micsoda kaland van az életünkben. Odaérünk, nem érünk oda. Tehát 40 felé, ez egy turbosító. Ez egy óriási kaland, persze. Hát figyelj, egyszer szívd meg. Valami nagyon kemény szituáció. Hát figyelj, megmondtam pár. Mákunk volt, mert hogy ott volt egy településnek a szélén voltunk, ott volt az a büfé, ott voltak azok az áldott jó emberek, segítettek, de mi van, ha ugyanez mondjuk az M7-esen jön össze. Én egyszerűen megmondtam a páromnak, hogy mivel neki nincsen jogsia, kiszállsz, azt tolod. Annyi. Majd én kormányzok. Még az érti emelkedőn felfelé azért igen. Az ez hadd legyen, ez hadd legyen az meg ő mondja. Hova szálkásodjon már? Akkor mi van, egy hívok sárga angyalt 2 liter benyával, akkor hoznak nekem? Micsi, ott, amíg nem jön baráti segítség, addig ott álló? Addig dedikálsz, hogy semmiért. Megkász, az dedikálsz addig. Jó, de mindegy, hogyha ez a felvezetés tetszett, figyelj, akkor a böki a csőrömet imádni fogod. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na ezt most érezni fogjátok, és Barit most velem vagy, jó? Bari, alszol? Én mindig veled vagyok, miért kérdezem? Bari, itt vagy. A fő Bari. Na, kicsikét a divathoz kötődő dolog, ugye, ami mindannyiunknak a sajátja. Mondjuk ebben nem tudom, igen, a Jani az... A divatnak egy olyan részét fogom megfogni, ami kimondottan a Jani. Nem ér Bari cserélni, ha a téma változik? Tehát nincs Bari csere? Egy Bari, egy etapra szól? Bari Barter. Tehát egy bari, egy adás, jó. Most ez legyen így, jó? Én kitartok a Jani mellett, pedig már látom, hogy nem volt jó választás, de én mégis kitartok. Mert szótlan és nem támogat. De én veled vagyok, érted? Tehát, hogy igen, akkor sem adlak fel. Igen, annyira szokatlan számomra a helyzet, hogy támogatlak valamiben, hogy egyelőre még úgy nem sok kell a helyzetet. Na, divat, tessék, mi az, ami mostanában engem idegesít a divatban? A kedvenc pólóim, amit mostanában veszek, gyakorlatilag azon, vagy akkor máshogy intom. Megveszel valamit, imádod, szereted, csinos vagy, jól áll. Majd azon te kapod... vagy? Teszem. Ja, nem csak kérdezem, hogy most magadról beszélsz? Hogy csinos vagy, jól áll? Jó. Nem nagyon tudsz. Bari! Nincs kapaszkodója. Erre nem tudsz mit mondani. Bari! Várjál, akkor nem szabad, hogy nézzelek között. Yes. Azért kezdve, hogy csinos vagy, jó áll, még mindig rólad beszélni. Marha jó szövetséges vagy. Na, megveszed, jól áll, szereted, majd azon kapod magad, hogy gyakorlatilag egy maréknyi biléta van a belsejébe, ami nyom, zúz,
húz, nem tudom, tehát hogy undorító viselni a cuccot, mert beraknak egy ilyen maréknyi bilét. Tehát kifizeted a pénztárnál, akkor egyszerűen, akkor leveszik ezeket a mágneses cuccokat. Igen, nem a lopásvédelem, nem a lopásvédelem nyomja az oldalamat, hanem a marék biléta, majd fogod, azt mondta, hogy veled nem lehet kitolni, fogod szépen akkurátusan kivágod, akkor ugyanúgy benne marad a csonkja annak a szemétnek, és akkor meg az dörzsölget érzéket. Hát ha bénán vágod ki, de hozzám, én majd megcsinálom. Jó, jó. Csak azért mondom, ez inkább minket hármunkat érint, mert nyilván azokat a prémium márkákat mi nem ismerjük, amivel a Balázs találkozik nap mint napon, mellett, hogy hernyóselyemből van, ugye, a biléta. Hát meg egyedi termék, abban már nem is teszik. Abban már nem is úgy teszik a névre szóló, ugye, a dolog. De most azt nem mondjátok, hogy ti ebben ezzel nem küzdök nap mint nap. Nem. Hát mivel hagyjad már, most azt de nem mi vagyunk a kisolló. Ugye ebben a pulóvereken ez a hosszú ilyen, nem tudom milyen cetli van. Ha tényleg kivágod, akkor egy pici fehér maradott, ha viszont belevágsz a varrásba, akkor meg szétvágtad a pólót. Tehát azért ez valóban nem egy egyszerű helyzet. Necces. De tehát ki kell vágni teljesen. Inni kell egy felest, hogy minden célzóvíz meglegyen, mert különben belevágsz az anyagba, de tök igazad van benne. Nagyon sokszor, köszönöm. Sokszor például a tartalék gombokat is rávarják ezekre a kis varckokra. Igen. Persze. Vannak. Megleptek? Hát most ezen megleptek? Hogy néz ki egy tartalékom? Itt van, tessék. És akkor mit tudok adni a barátoknak? Nem, ha leszakad a slitzer, akkor így nézek ki a tartalékombok. Sokszor egyébként ezek a kis cetlikre is rárakják, rávarják, és akkor arról kell eltávolítani. De én sem értem azt, hogy minek raknak rá gyakorlatilag négy különbözőt. Mosási instrukció, hol gyártották, milyen országokba gyártják, ugyanez mind öt nyelvet. Kikicsoda? És benn van egy ilyen csokorra való ilyen vacak. Így van. De pont azért lett van tartalékgomb. Én minden farmeremhez elrakom a tartalékgombot. De is hozod magad a ladásba? Miért hozod be? Nem, ezt most vettem ezt a gatyát magamnak. Ma reggel? És... Bari? Nem, most hétvégén megálltam tankolni, utána dobták. Nem, most hétvégén vettem, és még nem vettem ki a tartalékgombot, ezt én külön berakom a fiókba. Nagyon. Hogyha eltűnik a gomb, leesik róla, akkor legyen tartalékgomb. De és ez téged is érint egyébként? Tehát azok a prémium márkák, amiket mi nem igazán tudunk megengedni magunknak, azok ugyanígy. Az én aztán nagy márka rajongó vagyok. Ugyanúgy benne van a cetli mindenben, igen. Ebben 3000 forintos Bershka felsőbésében, ami rajtam van konkrétan. A hatalmas prémium márka, de pizsom a felső úgy néz ki, meg a 600 forintos póló alatta. Hát persze, hát ezt ki kell válni, ugyanúgy, ez mindenhol megvan. Jó. De ha most a 50-100 ezres pólókat nézzük, amiket én egyáltalán nem veszek, nyilván abban is benne van. Tehát, úgy, na majd szólj engem Dolce & Gabbana póló Balázs, egyszer szólja. Hát vagy szólja Armani jeans feliratú póló Balázs. Nem, ez nem úgy van. Amikor megveszed, még 500 forint volt, de amikor meglátták, hogy rajtad van 100 ezer. Úgy igen, az, de én nagyon márkásokat nem bordok. Nem az igénytelenül feliratozott pólókról beszél, hanem a márkát, mert hogy ilyet soha nem fogsz felvenni. Nagy feliratosat nincsen, de egyszer szóljatok, ha benyúltok a cetlibe hátul, és láttok rajtam egy Armanit, vagy egy Dolce & Gabbanát, vagy bármiféle drága poszt, szóljatok rám. Én most aki úgy ezt észreveszi, 20 000 forint. Fordítva veszed fel a pólót. Aki kiszúr rajtam egy ilyen pólót, 20 000 forint kes azonnal. Jó? Komolyan? Mert igen, mert kicsit beleszorítotok ebbe a 600 000-ért vesz magának egy farmert, és 4 millió az alkohol, ami rajta van. Viki, azt mondta Viki, hogy vesznek el, és akkor osztozunk. Bármelyik reggel, ha odahajolsz hozzám 3 hét, amikor ezt elfelejtettem, és azt nézed, hogy van rajtam 3000 forint drágább póló, akkor szóljál rám. Jó? Hát figyelj, azért megmondom őszintén. Nem, sok pénzből kell jól öltözni. Jó, azért Balázs, kevés nem egyszer, pénzből. Te azért egy középkategóriás családi autó árában azért fölöltözöl azért egy futáshoz. Tehát azért most nem. Miről beszélsz? Most nézd meg ezt a fősöt, ami rajtam van. Mert már elment a kedve a futás. Tudod, milyen nehezen fűzöm, mert 40 évesen a cipőmet? Hallod, még mindig gondolkozom, hogy mit kell csinálni. Jó, ha nyakon csípsz egyszer egy ilyen pólóba, 20 ezer azonnal. Kér, kes, oda bele. Jó, mondom, Vikivel most összeboltottunk, 10-es-10-esbe szétdobjuk, és vesz neked egy márkásat, jó? Outletbe. Jó. Rámadja. Jó. Az ítéletet ettől függetlenül meg kell hoznod, hogy most meg lettél támadva. Mire is? Jogos. Szerintem ez alibi téma. Milyen alibi? Miért megúszós? Ha valami a hétköznapokat... És a feldolgozása is szar volt szerintem. A Feri méretet csináltat magának Úri Szabóhoz jár, és az nem rak bele ilyen cetliket, ezért nem ismeri a Feri. Na, egyébként igen, csak az én vagyok megvádolva, hogy 100 ezer, meg nem tudom, mondom, ő cipőt csináltat magának konkrétan vidéken valahol valami kis Nils Holgerssonnal, aki klumpából csinálja, érted? Nem klumpából, csak bükkfávos trucbőrből, és nem tudom, kacsacsörből. Én meg jövök a 3000 forintos kis felsőm, és én vagyok megvádolva, hogy milliókért öltözött. Feri egyébként, ez tényleg így van, négyünk közül, a Feri az, aki minden héten jön be itt a Garibaldikba, a Celentánokba. Igen, Dolce Gabbana. Nem, most mondjátok. Jó, na nézzem most az ítéletet. Hozz egy ítéletet, Balázs, tessünk túl rajta. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejek hajtó szabadságod előtt.
Tibi a király. Nézd a Barit. Jézusom. Azt lehet, hogy át kéne a Barit nyalira, nem? Igen. Azért jogos, hogy most ugye hétvégén Madridban voltam, vettem egy pár pólót magam, és az összeset gyűlöltem, vagdostam ki egyenként a plótgomb, a plusz cetli, a hat is egy halom volt előttem, úgyhogy ezt most... De ebben az árkategóriában is... Amit... Rohadjál meg az árkategóriában, együtt, igen, 2000 forintos pólókat sikerült vásárolnom. Hidd, hogy nem a pénzem múlik. Jól öltözni kis pénzből is lehet, csak ízlés és egy pici stílus, nem azon múlik. Fölveszed a DNG-t, meg az Armani jeans fejet, attól még olyan Louis Vuitton cipőt egy DNG-vel, nagyon hülye nézel. Komolyan. De Tibi is ezt mondja, hogy a pénzen nem múlik semmi. Persze, hogyha van. Hogyha van. Szoktam mondani, hogy inkább lógatnám az orrom sportautóban, így van. Figyeljetek, nem azért húztam az időt eddig ezzel a baromi érdekes szokásommal, a tankolással, meg ezzel a nagyon-nagyon hétköznap és egyértelműen nyerésre ítélt bökélcsőrömmel, mert nincsen valami igazán tartalmas és életszerű a tarsolyomban. Nincs? Tudod jó, hogy minden héten azért hozok valamit, hogy... Igen, azt hittem, hogy nincs. De van! Nem akartam most tovább húzni. Történt velem egy sérülés, ami az alapja nem, innen, nem is ebből akarok kiindulni. Messziről fogok indulni, de imádni fogjátok. Általában ez így van a te esetben. Szerencsésebb helyzetben eljutsz oda, ahova akarsz. Egy forgatáson kellett egy ilyen kamuesést, egy műesést előadnom, és mondta a stáb, hogy majd hoznak egy szivacsot, de feltehetőleg ezt jövő héten tartogatták, és a betonra estem gyakorlatilag. De már akkor a bajakaszad van, hogy bármár műesések kell dobni a hangulatot. Utoljárt ezt szeszélyesben láttam Forgány Gábor. Igen, kamuesések és szóvicek, igen, ezzel manipulálok. Érdezem, Jani, hogy ez a remek műsorok, azt is. Mindenki tudja. Igen, igen. Az alapvetésekkel kárgyítjuk, azért nyilván a kaszasorról beszélünk. És nyomtam egy esést, abban a pillanatban a levegő bennakat éreztem, hogy rohadt nagy fájdalom. Tehát ott valami a mellkasomat nagyon megütöttem, kiderült, hogy gyakorlatilag a jobb oldalát a teljes bordám, vagy ott valahogy a teljesen borda. De most már rendben vagy, ugye? Nem, még nem. Bordazúzódást szenvedtem, ami állítólag rosszabb, mint hogyha eltörtem volna, vagy megrepett volna, mert gyakorlatilag jobban fáj, meg tovább is gyógyul. Elindultam valahova a kocsival, látom, hogy lopakodik mögöttem a rendéverőre. Szépen jön, kerülget, már láttam, hogy ilyen 100 méter mögöttem óvakodik, fölgyorsít. Mert lett volna bőven időm, hogy bekapcsoljam magam, de nem, egyszer most nem, azt mondtam, hogy most nem. Mert gyakorlatilag fékezek egyet, a könnyem kicsordul, gyakorlatilag olyan fájdalmad van attól, tehát ettől nem kívánom senkinek, ez a bordafájdalom a legrosszabb. Kiszednek engem, mondták, hogy kassa úr, nincsen bekötve. Mondom, az a baj, hogy nincs, és ma nem is lesz, mondom, mert gyakorlatilag fizikailag belepusztulok. Akkor nem kell autózni. De ugye szép az volt, nem is erre akarom fölfűzni magára az igazoltásra, bár amikor mondtam neki, hogy gyakorlatilag borda repedésem van, akkor említette, hogy mivel a helyszínen nem tudom igazolni, ezért nincs. Tehát hogy az alapvetés az, hogy hazudok. Tehát ezt alapvetően imádtam. De picikét elagyaltam ezen, hogy imádom ezt, hogy ez már az elejétől fogva, imádom ezt, hogy minket köttetnek, és hogy kösd be magad, de hogy valahogy egy-egy indokolt esetben, tehát amikor tényleg az vagy valami, tehát ugye most meg a taxisokat akarom magammal rántani ebbe a dologba, ugye azt, nyilván azt tudjátok, hogy a taxis, amikor utast visz, akkor nem kell, hogy bekösse magát, hogy a taxis nem kell, hogy bekösse magát, ha utast visz, mert hogyha támadás éri őt a taxiban, akkor könnyebben ki tud ugrani. De érdekes. Aha. Igen, ezt nem tudtam. De engem megbüntetnek azért, mert törött bordával nem húzom rá az övet, és minden fékezésnél nem sinem. Meg is vágtak? Meg is vágtak, aha. És be lehetne mutatni az orvosi igazolást, de úgy vagyok fel, hogy ezt most elviszem. Főleg, hogy behoztam témának, nekem annyit megért. Nekem annyit megért. Mindig nagyon akkurátusan kötögetik? Igen. Igen. Én vállalom, hogy és ő is. Én ötletszerűen. Hát, én vállalom. Ezzel szoktam egyébként hozzá. Én gyűlöltem, tehát hogy konkrétan szinte évek. De mi szorította a pici mellkasodat, vagy meg? Megszoktam. Nem, a homlokomon tudtam csak átvezetni. Ne hülye és meg volt, hogy bari vagy. Nem mondtad ilyet, hogy hülye barom. Lebarmoztad? Nem. Az a baj, Tibi, egyébként a dologgal, hogy igaz, tehát hogy nem, én sem szoktam mindig bekötni töredelmesen, de hogy igaza van a rendélyberőrének. Az a bajom a biztonsági öv bekötésével, és az ilyen típusú büntetéssel, hogy persze be kell kötni, én nagyon ritkán kötöm be magam, sajnos, én már szereztem a bontóból egy ilyen övbe rakott abban már legyen az övterror, én nem szeretem magam be, én nem érzem jól bennem magam. Azt érzem, hogy nem tudok levegőt venni, fognak, lefognak, tehát van egy ilyen fura érzés. Én ráadásul klausztrofóbiás is vagyok. Igen. Tehát én is tényleg az, hogy én tudok, légszomjam tud lenni, mikor szorul rajtam, ráhúz, fékezésnél még ráhúz, ott ülök, ott feszengek. Én akkor kötöm be magam, ott a gyerek. Mert a gyerek látja, hogy nem vagy bekötve, és nem tudok vele következetes lenni, ha én megkérem, hogy ő kösse be magát, mert ugye van, amikor ő ki tud belőle bújni, mondom, Benni, kösse be magát. És Benni azonnal kiszúrt, hogy te se vagy bekötve, azóta kötöm, hogy nem tudsz valami olyat elvárni a gyerektől, amit te nem csinálsz. Mert ő nem azt nézi, hogy mit mondasz, hanem azt nézi, hogy mit csinálsz. Jön a gyerek, akkor bekötöm magam. De egyébként ez fura, hogy te miért nem döntheted el. Érted?
Azért, mert a gyorshajtással veszélyeztetsz mást. Az autópályán, ha előzöl, vagy nem tartod a jobbra tartsa, az másnak teszed, más teszel ki veszélynek. De a biztonsági öv... Ha megütöm a mellkasomat, mikor ráesek a kormányra, az én baromságom az volt, mint... Általában te hülyeséget, ha csak nem úgy fejeled ki a szélvédőt, ugye, hogy mondjuk beleszaladsz a másikba. Tehát azt mondjátok, hogy ha mondjuk utas van az autóban, akkor legyen kötelező, ha meg csak egyedül ülsz benne, akkor ne kelljen kötelező jelleggel. Nem, maradjon kötelező a biztonsági öv, csak nem teszek másban kárt, az esetek 99%-ában, persze van az 1%, ha bármi történik, ha én nem vagyok bekötve. Nem, érted, mit mondok, hogy a gyorshajtással másban teszel kárt, büntessé. De a biztonsági övben nem teszel mással kárt, csak saját magadban, akkor azt miért nem dönthetem el, hogy bekötöm, vagy nem? Semmilyen kiskapu nincs. Nincsen. Be kell kötöm magad, igen, de akkor mi helyzet a BKV-n, tessék? A BKV-n ott áll egy zsúfolt buszon 80 ember. Az a busz balesetezik. Mennyivel megy? 50-60 elbuklászik, nem egy ilyen... 60-nal a 7-es buszot valószínűleg beleszalad. Számtalan szar előfordul ilyen helyzet. Akkor miért van az, hogy az autós egyébként fizessen be 10-20 ezeret, 30 ezeret, nem tudom. Míg egyébként a buszra simán fölengednek úgy 70 ember, állnak, mint a heringek. Történik egy baleset, hátulról belevágódnak a buszba. 50-en rommá törik magukat a buszon. 85-en rommá törik magukat. Akkor azt engedjük, de aki autóba ül, azt... Érted? Tehát, hogy fura. És értem, hogy rendet kell tartani, de ez a biztonsági öv, ez nekem is egy nagy kérdés. Hogy ezt miért nem döntheted el felnőttként, hogy te bekötöd-e magad, vagy nem. Még a buszra felszállsz, simán meghalsz, nem? Simán, mert ott a baleseti statisztikák szerint a városi busz közlekedésben, akik a buszon belül vannak, viszonylag ritkán szoktak elhalálozni, tudod? Ne, nyilván az van, hogy a sérülések előszoktak. Nyilván sokba kerül az államnak, tehát az van, hogy azért is kötetik be, mert utakon te megúszol egy sérülés, sérülsz, nem dolgozol, kezelési költség, TB, stb. Tehát, hogy ennek van egy járulékos költsége, mondjuk senki nem köti be magát. Bár nem hiszem, hogy ennyire előre gondolkodnának. De ez mondjuk egy magyarázat lehet. Jó, nem, mondok más. Kerülsz, ha összetöröd magad. Mondok mást. Miért nem büntetik a ugyanígy? Én azt mondom, hogy kicsikét az úgy erőszakosan vigyáznak ránk, ugye? Tehát, hogy hát az a baj, hogy szerintem nem. Hát valamilyen akar lenni. De akkor azt mondom, hogy mostantól minden munkahelyre járkáljanak szúrópróba szerűen, és aki hintázik a székkel, pif! Azonnali büntetést. Igen, mert elesik, beüti a fejét. És beüti a fejét, beüti a fejét, eltöri magát. Aki hintázik a székkel, azon a puff 30 ezer. Jó, és akkor mi a különbség enni egy autóba, vagy telefonálni? Mi a különbség hamburgert enni, és akkor mi ezt büntetjük? Hát ez egyik finom. Ja? Igen, hogy már. A egyik után jól laksz. Nem csak kérdezem, hogy akkor viszont hol a következetesség? Ezt például ehetsz, lehajolsz, eszel sült krumpli hamburger, ugyanúgy foglalt az egyik kezed, de telefonálni nem telefonálsz. Úgyhogy egyébként mondom, azért vágtak meg, mert nem volt nálam még, mert nem tudtam elmenni még a röntgenre, mert hétfőn mentem a röntgenre, ez hétvégén volt, nem tudtam még elmenni, és nem volt nálam, de mondtam, tök becsületesen néztek, az van, hogy el van, itt, tehát mutatom, hogy hol, nem tudjuk igazol. Te raksz az övetbe ilyen? Nem, az enyém nem csipog, tudod, kiüttettem, hát tudod, ebbe is más kategóriában autózunk, tudod, hogy... Az enyémet nem lehet kiütni. De hát azért, mert az egy olyan felső kategóriás szintén. Ebbe a berakásba csak egy rossz, hogyha berakod, akkor azt érzékel, hogy be vagy kötve, ha viszont az érzékel, akkor nyílik a légzsák. Így van. Nem kellemes. Az úgy dörgöl arcon, hogy... Mert az ugye fölpofoz. Finoman szólva fölpofoz. Az... Megpacskol, igen, amúgy, ha te beleszállsz, mert az öv megfog, nem szállsz bele. De nem vagy bekötve, akkor neki esel a légzsáknak. Jó, mondom, alapvetően nyilván jó, be kell kötni meg minden, meg én is értem, meg be kell kötni meg minden, csak hogy ennyire ne vigyázzanak már rám. Hogy hagyd, ha a véletek... Mennyire 10-20, mennyire 10? Hát 20-20-acskában. Ennyire vigyázzak. Nagyon vigyázzak egy 20-acskában? 20-acskában megvigyáztak. Amíg szabály be kell tartani. Nem, de értem, hogy szabály, de hát hogyha mondom, nekem nem, tehát hogy félelem és félelem a taxis, fél, hogy nyakon szúrkodják. Én nem félhetek attól, hogy egyszer vonat csinálrekedek, azt nem tudom kikapcsolni. Tehát, hogy, jogos, hogy, de az lehet, a reális. Nem, tehát a szemétláda. Bari, hát, Bari. De most nehogy már. Ja, nem igazad. Bari, na, igen. Ilyen vonat csinálrekedsz. Hát vagy akkor vízbe esek, vagy benne égek, vagy nem tudom, tehát hogy jön, vagy Klaus. Lehajtasz a Margit Hidróban. Miért az miért reálisabb, hogy igen, minden taxis utasa... Indul a komp, még elérem, a Corvette megcsinálja. Kit segít? Jogos a taps és a sikoly. Figyelem, figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Milyen magyar dolgok vannak, amiket megpróbálhatsz elindítani. Kürtös kalács esetleg, lákos, ugye? Az nem rossz. Az illat odacsal, aztán egyszer megkóstolod. De nem biztos, hogy egy ilyen cukormázas, zsíros keltésztát egyébként nem tudom, akarnak enni az angolok. Szerintem egyébként ők mást akarnak enni. A mi palacsintánk, azért oda, hogy a mi palacsintánk, meg tudjuk, hogy az amerikai palacsinta az teljesen más jelök. Vastagabb tészta, tetejére kennek. Tehát, hogy nem olyan jellegű, mint a miénk. Hát a gundel palacsinta esetleg az, mivel, de
szinten az magyar. Se, igen, azt se ütöttem külön. Nem. Fura módon. Tehát, hogy nem tudsz olyan terméket mondani. Furcsa egyébként, mert hogy tényleg, most mondjuk ezt az Amerikát. Az amerikaiak is olyan fura ízlésük van, mert hogyha belegondolunk, hogy ők, mint tudom én, sós mogyoróvajat kennek rá ezekre a kis háromszög alakú ilyen kis kenyér. Na hát én azt a mogyoróvajat nem bírom megenni. Én ezt bárhányszor ott kint voltam, kóstoltam, itthon hozott valaki, hogy annál förtelmesebb dolgot, egy édes kenyérre, mert hogy náluk ugye minden édes, ugye a kukoricaszírop miatt, amivel édesítenek, arra rákenik ezt a vastagon, egy centis, ezt a sós mogyoróvajat. Hát, ha ettél már igazán gusztustalan, és ott minden azt tehát, hogy kint egy amerikai hűtőjét, ekkora juharszírup, 6 literes narancslé, 10 literes tej, mert ugye azt hiszák, és a ilyen olajos hordókban, igen, a mogyoróvaj, és azt teszi gyerek felnőtt mindenki. Elvisz utolsó 3 évének mindennapi reggelije volt az édeskenyér, de körülbelül igen, akkor, mint a 3 igen, kilót, azt teszik. Banánnal megpakolva, mogyoróvajjal lekenve és vajban megsütve. Tessék. Na, megmutatjuk a beszélgetést, amit reggel készítettünk Zsolttal, a magyar lángos, hát hogy is mondjam, hírvivőjével. Aki van, a nagykövetével. New Yorki helytartójával. New Yorki helytartójával, aki nemrég még járt a New York utcáit, most éppen alszik már, hogy eladja a magyar lángost, hogy mekkora sikersztori, és mit lehet egy ilyen dologba kihozni. Zsolti, hello, jó reggel, szia! Hello, szép jó reggel, Magyarország. Na, hát nézegettük itt a képet a lángosütő kis trákról. Nagyon kis csinin néz ez ki. Miben más ez, mint mondjuk a magyar balatoni lángos? Egy kicsit lágyabbat, meg egy kicsit kisebb méretet szerettünk volna ennél. Ugye ezt a lángostrákot úgy kell elképzelni, hogy ez egy mozgó árus, ami nálunk jön, mint a teljes, vagy a fagylaltos autó, ezt csináltátok meg, vagy egy hasonló autót csináltátok meg lángososnak. Úgy van. Hát persze vannak különböző előírásaim, azért kell egy ilyen autóra, az egy generátor, áramot kell termelni, hűtőszekrények, folyóvíz, melegvíz, szennyvíztartály, stb. Mennyiért adtok egy lángost? Mennyibe kerül? $6 egy lángost. $6! Az hogy, 1003. Hogy eszik a... 1003, az komoly. Hogy eszik az amerikaiak? Juharszíruppal? Vagy csokoládékrémmel? Ők mit szeretnek? Nyilván nem a sajtos tejfölös menny. Van körözöttes lángosunk, van tapszik is. Egyik kedves barátom mondta, mindenféleképpen áruljunk áfonyásat sajtal. Jézus. És valószínűleg a következő menő, amikor le lesz ez cserélve, akkor ez rajta lesz. Aha. És valami csoki krémet is kennek rá, vagy úgy is szeretik, mert mindent édesen van, esznek. Van butellás, banánás természetesen. Jaj! Almonddal, meg pudingos, meg stb. Rekkomolt. Aha. És mik az első reakciók az amerikaiak részéről? Megmondom őszintén, hogy teljesen pozitív. Na, egyszer New Yorkba járunk, megtalálunk benneteket, jó? Gyertek, látogassatok már mindenfeleképp. Egy jó traditional. Eszünk egy nutellás lángost. A pizza mafia lecsapott rájuk. Igen, a CIA már keresi Zsoltékat. Na, itt van velünk Brigi, aki egykoron ugye, hát itt dolgozott velünk, mint hírszerkesztő, aztán gondoltak egyet, összecsomagoltak, gyúrtak még itt egy tésztát, mire kiért, ez meg is kell, és nyitottak egy kürtös kalács áruló helyet. Spanyolországban igen. A festői Madeira. Malagát akartam mondani, és fáradt vagyok, hogy igen, a festői Spanyolország Madeira. Gyerekek, gyönyörű egyébként. Malagán vannak a minden igaz, de lehet, hogy már ez sem biztos nekem, ma semmi nem megy. Hello, Brigi, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Sziasztok, legalább, jó reggelt! Legalább Malaga stippel, tehát a Spanyolország déli része? Nem, most nem jött be. Marbella. A Svédország. Marbella. A festői Franciaország. Jó. Nem, stimmeltem. Most vagyunk Marbellán. Aha, de Malagán. Malagán, jó, igen, Madeirával kevertem. Hogy hívják, hogy Svájcot választott. Na, figyelj, amikor kimentetek, ti már tudtátok, hogy kürtös kalács lesz, vagy kimentetek, összenéztetek a te kis párod, és azt mondtad, ez az, megvan, kürtös kalács kell a spanyoloknak, kezdjük el árulni. Utóbbi. Hát itt járkálsz a boltokban, ugye úgy volt, úgy jöttünk ki, majd dolgozunk valamit, majd kitaláljuk, járkáltunk a boltokban, és aztán rájöttük, hogy ezek még a szokit is a cukorra leszik, szóval is jó lesz a kürtös kalács, tehát minden csupa cukor, úgyhogy így döntöttük el, hogy akkor próbáljuk ezt meg. És ahova mi költöztünk először, mi fent kezdtünk Alicante tartományban, ott még nem volt senki. Teljesen tiszta, steril volt a terület, úgyhogy gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Aztán jó csődbe is mentünk. Na, jó van. Úgyhogy úgy kerültünk le Malagába. És most továbbra is kitartottok még a kürtös kalács biznisz mellett? Tehát azzal mi próbálkoztok? Itt van már egy család, akik 3 éve csinálják. Most becsatlakoztunk hozzájuk, és ketten csináljuk, és itt viszont működik. Szeretik meg, de mondjuk ez is helyfüggő. Tehát mi úgy dolgozunk, hogy minden héten máshova járunk. Tehát járjuk Andalúziát, van, amikor felmegyünk Jaén tartományba, van, amikor még feljebb, van, amikor lemár egészen a portugál határig. Tehát itt ezt a környéket így bejárjuk, mert van, akit ilyen kézműves vásárok, igen, de Mercado Medievalnak hívják, aha, és minden héten más
falukban vannak ezek, és akkor ide járkálunk, mert itt állandó helyre nem tudsz letenni egy kürtős kalácsost, mert az nem érné meg. Tehát ugye ezt a kalácsot, ezt próbáltatni kell, ezt ismertetni kell a spanyolokkal, mert nem tudják, hogy mi ez, fogalmuk sincsen. Hogy mondják spanyolul a kürtős kalácsot? Te hogy árulod? Kurtos kalax. Kurtos kalax. Kurtos kalax. Kurtos kalax. Vamos, chicos, finos. Dos. Dos mandulos, kurtos kalax. Dos mandulos. Illetve ez kokuszos. Uno cukros. Uno cukros. Úgy tudtuk nekik magyarázni, hogy a pastel de chimenea spanyolul, hát hogy a formája, ugye az alakja a kalácsnak. Viszont volt például egy olyan kis falu, ahol összesen 1000 laktak, tehát átláttál a falu túl végére, mind a két oldalra, tehát hogy beálltál a közepére, és ott viszont több 100 eurót tudtunk csinálni. Ott viszont összetartóbbak voltak, mindenki nyitott volt, ott megkóstolták, mm-hmm. És ott tök jó volt. Nyugtass meg számlát, adtok, nehogy a nap utánatok menjen. Hallgatják a beszélgetést, képesek utánatok menni, vigyázzatok. Beépített spanyol utazóügynök elindul, megkeresi benneteket. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en, a Klassz FM-en. Hallottátok ezt a 25 millió forintot elrabló biztonsági őrt? Miért mondatot? Beszélj már róla, aha. Mert ez engem annyira érdekel ez a történet, hogy gondolkodnak emberek, vagy mi jár a fejében annak, aki kitervel egy ilyet, vagy meddig jut el a tervezésben, és mikortól improvizál. Ugye, ő néhány nappal ezelőtt besétált egy plázába, fölkapta a kis zsákot, és még a kollégája szeme láttára elsétált ugye a pénz szállító autó mellett, és eltűnt. Különösebb sietség nélkül egyébként. Különösebb sietség nélkül, igen. Hát mert ugye az volt, hogy ő viszi be a pénzt ebbe a bizonyos plázába, vagy ilyen üzletközpontba. Igen. A nyilván a kolléga, mert egy embernek benne kell maradni az autóba, járó motorral várok, és ha valaki megtalálod, akkor le tud lépni, a másik viszi be a pénzt. Tehát a kolléga nem gyanakodott, mert ő azt gondolta, hogy a fiatal ember, és ez nagyon jó, hogy mondtad, mert ő valami 22 vagy 23 igen, éves. Igen. Ugye, hogy ebben nyilván az is benne van, hogy kicsit elvakult a pénztől, ő bement, a kolléga várt, és bent történt meg az, hogy nyilván készült rá, mert ugye volt nála váltóruha, meg minden. Picsit tovább sétált. De egyébként első ránézésre, hogyha láttátok ennek a srácnak a képét, hát nem úgy néz ki, mint egy klasszik rossz fiú. Tehát nem az jutna róla először eszembe, hogy jó, hát ez aztán biztos rosszban sántikálhat. Hát egy ilyen szemüveges, kicsit ilyen mackos alkatú, ilyen kis kerekképű, egy ilyen jóra való. Hát srác. Ilyen mama kedvence feje van. Egy picit tejbe. Jakab Richárd, 22 éves budapesti lakos egyébként, mert hogy ezt már ugye sok helyen lehozták. Ricsi. Ugye ő úgy csinálta, hogy megállt a bankfiókban, vállára vette, mint a Mikulás a kis puttonyt. Állítólag elég nehezen. És írták, hogy nehézkesen emelte a vállára. Fölemelte a kis zsákot, kilépett a bankból, megnézte, hogy az autóban ülő társa figyele, majd Mikulás módjára vállára vette a zsákot, és elindult a pár száz méterrel arrébb található plázába. Aha. És besvetett egy plázába. Érted? Ahol nemhogy lépten nyomon vannak kamerák, hanem a bejáratot 6 kamera őrzi. Mindenhol. Már a plázához vezető utcán is 8 kamera van. Ráadásul van egy csomó biztonsági őr, akiknek az a feladatuk többek közt, hogy felfigyeljenek, hogy figyeljék azokat a személyeket, akik esetleg rosszban sántikálhatnak, igen. Vagy furák lehetnek valamiért. Bement egy mozgássérültek részére fenntartott WC-be, levette az egyenruháját, átöltözött. Az egyenruhája alatt már ott volt a civil ruhája, tehát eddig ez egészen tudatos. Majd eltűnt a József körúton. Tehát ez úgy néz ki, mintha egyébként ez meg lenne tervezve. Ugye eddig egészen profinak tűnik a dolog, és a társ egy ideig várakozott. Uh-huh. Naívan áldogált. És mondta, hogy eltelt 5 perc, eltelt 10 perc, de ő még mindig várt. Hát biztos itt beszélgetnek, persze. Kapott egy kávét lát. A kolléga. Gondolom ez a protokoll. Tetriszezett egy kicsit. Tehát, hogy nem indulhatsz el, várnod kell, jár a motor, nem szállhatsz ki, nem hagyhatjátok el ketten a pénzszállítót. Tehát nyilván ennek egy nagyon pontos protokollja van, amit meg kell tanulni. De várt, majd aztán bement abba az irodaházba, ahol az a bank is dolgozott, ahova ami Richárdunk ugye besétált. Szarasztok, a Ricsit nem láttátok. De most megy ki a pénzzel hozzád. Igen. Majd megnézték gyorsan a biztonsági kamerák felvételét, és ott látszott, ahogy Ricsi ugye, hát kicsit erőlködve a vállára veszi ezt a kis dolgot, majd elindul
és beballag az üzletközpontba, és onnan eltűnik. Szegény társadalnak is mi játszhatod le a fejébe, nem? Ahogy teltek múltak a percek, és így próbált. Hát, nem jön. Hát lassú, majd jön. Na de várjám. Igen. Tehát persze az, hát aranyos is, és mama kedvence kis szemüveges. Na majd jön. Meddig tervezel meg egy ilyet? Tessék. Uh-huh. Tehát mi most el akarunk lopni 25 millió forintot, pénzszállítók vagyunk. Hogy tervezed meg a lopást? Mit csinálsz? Hova mész? Hát a bevásárló központos részt én kihagytam volna. Tehát hogy ráhagytam volna még a gondolkodásra legalább egy fél percet, amíg leesett volna nekem, hogy egy bevásárló központban nem fogok bemenni, ami, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag keresztül is kasul van bekamerázva. De tehát ezeket a részeket biztos, hogy hát valahol át kell öltöznöd. Igen. Ki jössz a bankból a pénzzel, a kocsiban nem szállhatsz be átöltözni. De akkor legalább valahogy játszázom magam. De a nyílt utcán nem veheted le az őre egyenruhát, ami alatt ott van a kis meleg, szürke melegítő. De akkor legalább feldobok egy napszerüveget, egy baseball sapkát, felhajtom a gallért, most csak ilyen triviális bevásárlókat mondok, hogy ezért ne legyek már rögtön észlelető. Na de gondoljatok bele abba a pillanatban, hogy arra alapozta az egészet, hogy el tud-e menni a pénzszállítóba, hogy figyele a társa. Tehát mennyire jól kidolgozott, itt majd hogy megyek el? Hogy megyek el a pénzszállító autó mellett? Ugye, meg ki kell jönni az évben. Megvárom azt a pillanatot, amíg a társam nem figyel. Ez az, Ricsi, ez jó, írd föl magad. Megvárjuk, amíg a társ nem figyel, mert hogy ugye, ő megvárta, amíg nem figyel. Bekopogok a másik ajtón, és gyorsan átslisszolok az ő oldalára. Igen. Majd ugye, aranyosan Ricsi, egyébként ezzel a kis 25 millió forinttal mit csinált, tehát mennyire nem volt kiderve, elkezdett költekezni. Vett magának egy iPad-et, vett egy PSP-t, vett egy karórát, nem vett egy de óriási a csávó egyébként, óriási. Azonnal költekezni kellett, tehát hogy mennyire fogalma nem volt erről az egészről. Ezután pedig fogta a saját mobiltelefonját, minden filmben ezt látott, hogy azonnal dobd el, és dobd a kukába, és törcét, és felhívta a családját. Gazdag vagyok! Bejelentkezett, 18 órát töltött szabadlábon, azonnal elkapták, de 3 millió forintot azért ő gyorsan elköltött. Szerintem ő érezte, hogy ez nem lesz hosszú életű, ez a szabadság a 25 ember. Ketten kirabolt a pénzszállítót, hogy szerdán hajnalban őt már meg is fogták egyébként, tehát nagyon messzire nem jutott. Nagyon nem volt ez a dolog kitalálva. Hát én azt hiszem egyébként, hogy beküldeném a Ricsinek a sítre majd a Robert De Niro féle nagymenőket, amiben De Niro elmondja, hogy mit nem szabad csinálni, amikor megvan a Della. Tehát mert ő gyakorlatilag az összes klasszikus olyan lépést elkövet, olyan rossz lépést, vagy hibás lépést, amit ilyenkor el lehet. Például a költekezés. Mindent, hát azon hát nem költekezel, nem hívott fel a csendet. Ő ezt elhatározta? Tehát nyilván, ha átöltözött... A zsákból fizetett egyébként? Már na, az meg a másik ügye, hogy fizetsz. Nem lesz itt tudva. De figyelj, kell, hogy 25 évesen kell, hogy legyen valamiféle minimális koncepciód az átöltözéssel, a munkaruha alá felveszed a saját ruhád, melyik járaton mész el, hol tűnsz el a forgatagban. Utána viszont elkezdesz költekezni. Nem, nagyon jól mondtad. Elversz azonnal 3 millió forintot, vagy csak addig tervezte el, hogy kijutok, majd lesz, ami lesz. Igen, nagyon jól mondtad neki. Hogy tényleg minimális koncepciója volt ez, hogy elviszem a pénzt. Bocsánat, a kifejezésé lehet, hogy úgy gondolkodod, hogy arra senki sem fog számítani, hogy tök hülye vagyok. Eddig igen. De most komolyan. Tehát, hogy erre, mert senki más nem költekezne, én fogok. De láttad a képet, hogy hogy néz ki, Ricsi? Hát... Egy ilyen kövér Harry Potter. Igen. De tényleg, tehát egy az egybe, egy ilyen kicsit túlsúlyos Harry Potter. Így van. Egy az egybe. Tehát megnézed azonnal, tehát szerintem a Pali az összes részt elolvasta, és indult Roxfordba. Tehát, és kiment a vasútállomásra. Nézd meg a képét. Úgy néz ki a duci Harry Potter. Így van, mint aki azért nem indulhatott a Quidditch kupán, mert átesett a súlyhatár. Igen, nem tudott vele egyetlen semrű sem felelkedni. Nem, a Nimbus, nem tudom, 8000-es sem tudott vele felszállni. Még a TD is. Senki nem tudott vele elindulni. Tehát, hogy lehet ekkora lúzer? Tehát ha már elindulsz és kirabolsz egy pénzszállítót, amire tudod, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat fogsz kapni. Mit gondolsz át ebből? Vagy tényleg odáig jutsz, hogy legyen egy ruha, amivel ki tudok jutni? Ennyi? Hát nem úgy van, hogyha te dolgozol, akkor ezt tervezed egy ideig, koncepciót csinálsz, kitalálod. És gondolod, hogy vállalod van egy zsák pénz. Azért az el kell menni valahova. Még el kell bújni vele. Hát el kell bújni. El kéne bújni. Ha én ellopnék így 25 milliót, hát nem az első, hogy elköltözöl valahova egy vidéki tanyára, csendbe hát vagy. Hát elbújt a mozgás sérült vécére, csak már ugtassák az ajtót valószínűleg. Ez egyszerűen döbbenet. Nem is értem, hogy foglalkoztathatnak ilyen fiatalokat. Én azt hittem, hogy idősebbek az ilyen biztonsági őrök. Hát, a vizsgája megvan, ugye ehhez egy elég komoly vizsga kell a pénzszállításhoz. Ha az megvan, onnantól kezdve te nem kérdezheted meg, hogy hány éves vagy, és akkor 20 évesen nem lehet pénzt vinni. Gondold el, hogy egyébként micsoda kísértés, hogy keresel mondjuk
80-100-150 ezer forintot, és minden nap ott van a kis ördög. Nem? Hogy milliókat vissza. Hogy tudod, hogy ebben a zsákban 25, tudod, hogy ebben az 50, ennyi könyörtelenebb nincs, mint amikor nem vagy egyébként rendesen megfizetve, már ahhoz képest, hogy mondjuk az életedet is kockára kell tenned, de lehet, hogy keresnek mondjuk 200 ezeret, nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mennyit keres egy ilyen. Ez már egy egész jó szolgálat, szerintem, hogy páncélautóba mész, nem? Tehát, hogy ha ez páncélautós volt, azoknak fegyverük van, ez más típus. Nem tudom, milyen pénzgyűjtés volt, nem tudom maga az autó, hogy nézett ki. De hogy gondold el, hogy keresel mondjuk 200 ezeret, és minden nap átmegy a kezeden. 25, 50, 100 millió, hogy micsoda kísértés azért az, nem? Nagyon nagy. Hogy mi pénz megy át olyan emberek kezén egyébként, ebben az az érdekes, akik tényleg jóval kevesebbet keresnek, mint egyébként keresniük kellene, hogy még csak ne is gondoljanak arra, bár nyilván, ha egy pénzszállító 1 milliót keres, se tudod úgy megfizetni, hogy ne jusson eszébe, hogy mi van, elvisz mondjuk 200-at. De ugye ennek a pszichológiája nagyon érdekes, hogy fura nekem, hogy egy ilyen fiatal srácra ekkora összeget bíznak, nem? Aha. Tehát azt hinni az ember, hogy 40-50-60 éves emberek csinálják ezt, vagy legalábbis kész személyiséggel rendelkező emberek, egy 20 éves gyerekre ilyen milliókat bízni, meg egy pénzszállítót, ez fura. De hogy ez milyen lehet? A legtöbb mikor pénz, minden napot? Igen, a legtöbb pénz szerintem azoknál a pénzszállítóknál van, akik este mennek és összeszedik a bankból a pénzt, mert ott egy adott bankcsoport, nál valószínűleg egy autó több helyre bemegy, és aztán az beviszik a központba. Tehát nem hagyják ott az összes lóvét. Szerintem náluk van úgy, hogy van 1 milliárd. Szerintem viszont. Simán van. És mindez 180 ezerért ülsz a kocsiba. És ott és van gondolod, minden nap úgy néz be, hogy hozzá lehet ezt szokni? Úgy megy át a kezed alatt 4-500 millió, hogy egyébként 180 ezer forintot keresel? És ezt nem őrülsz bele? Nem játszol el minden nap a gondolattal, hogyha a csekkből egy kicsit lecsipentek, nyilván nem akarsz börtönbe menni, de közben mégis. Hát nekik a legegészségesebb értékrendszerük, mert nagyon sok pénz áll a rendelkezésükre, de számukra ennek semmi értéke. Micsoda, micsoda, igen, maga a megvilágosodás. Egyet, milyen teszten megy át az, akinek ilyen átmegy egy teszten, az, akinek mondjuk 2-300 millió megy át a keze alatt? Vagy pénzszámol, vagy begyűjti a pénzes zsákokat lehet. Mondjuk a páncélautóból. Tehát és tényleg ott van 600 millió, hogy mennyire stabil? Hát egy ilyen Ricsi ezzel, hogy mennyire tűnik stabilnak, szerinted egy PSP-t vett, és elköltött 3 millió forintot, fölhívta az anyát, hogy anya, csinálj krumplileves, jövök haza, raboltam egy zsákpénzt, mindjárt otthon vagyok. Mennyire kész ember, mennyire épp elme, nem? Hogy nyilván így feldobják nekik a lehetőséget, hogy mondjuk megszerezhetik ezt a pénzt. És akkor a Ricsi tesztjében is benne volt ez, hogy mit tennél akkor, hogy a rendelkezésedre állna, mennyi volt ez? 25 millió forint. Fényes nappal besétálnék vele egy bekamerázott bevásárlóközpontba, és a mozgás. Ja, jó, adjuk, jó, átmentél. Jó, okay, gyere. Te igen, tökéletes. Megvenném a PSP-t, ad PSP-t. Úristen, soha nem fogja szillérsel. Legalább ne PSP-t. Vagy van olyan a meghallgatáson például, hogy te vagy a meghallgató, te a meghallgatott, és a te széked mellett le van ejtve egy 10 000-es. Érdekes a dolog szerintem, szóval tényleg ennek a lélektana, hogy szegény ő is ott volt. Bele se gondolt abban, nyilván azt gondolt, hogy úgyse kapnak el, nem gondolta ezt tovább. Tehát én egy ilyet megcsinálnék, legalább fél évig dolgoznék a részleteken. Az utolsó, hogy milyen lakást bérelsz, hogy azt a lakást mással bérelteted ki, ahova majd menekülök. Hogy egy barát bérelje ki a lakást, ahova majd én megyek, ne a saját, nem. Hogy ne vigyem a telefonom, hogy ne mutatkozzak, hogy legyen ott minden, hogy egy hónapig ne is mozogjak, nem? Tehát az ilyen nagyon triviális filmekből összeszedett dolgokat legalább kidolgozott. De nem mindenki. De neki mi van a fejében, hogy ő elköltött 3 milliót, fölhívta az anyját, és vette egy PSP-t, és elsétált 26 millió forintot. Ez hogy van? Lehet, hogy nála is az lehetett, hogy egy picit egy pár óráig vagy pár napig akarta volna úgy érezni magát, hogy mindig tudta, szerette volna. Hogy ennek vége lesz? Pár évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy jól emlékszek, egy postás, aki az aznapi nyugdíjpénzzel lépett meg, hogy elmenjen egy nyári fesztiválra, vagy talán a Balaton partjára, és egy kicsit királykodhasson, és tudta, hogy el fogják kapni, tudja, hogy el fogja költeni a pénznek a fejét, vissza is kell majd valahogy fizetnie. Tudta, hogy el fogja csinálni, de azt mondta, évekre. De ő azt mondta, hogy legalább egy picit királynak érezhetne. Igen, legyen egy olyan napod, amikor... Ennek értem a pszichológiáját, ezt értem, hogy jöjjön bármi, de egyszer meg akarom élni azt az érzést, hogy semmi nem számít. És fél úton kifogyott a babettából a benzin, de ment tovább. Igen, egyébként ez cuki. Tehát, hogy ebben van romantika. Szerintem ő nem ez. Ő nem ez a típus. Tehát ha most egy jellemrajzot kellene róla készíteni, a fotó alapján, a szemüveg alapján, ahogy csinálta, ő szerintem nem ez a típus. Tehát ahhoz a típushoz, amit te mondasz, ahhoz kell 40 évig úgy élni, hogy meg akar élni azt a pillanatot, ami egy napig tart. Egy 26 éves fiú szerintem bármilyen körülmények között jött, szerintem még nem ezért csinálta. Egyszerűen ekkora balek. Tehát szerintem a postásnál értem. Tehát 40 évig élsz valahogy,
gürizel éppen, aha, hogy csak meg, és azt mondja, jöjjön bármilyen egy napot akarok úgy, hogy elmegyek egy fesztiválra, szól a zene, veszek király egy sört, vagyok, király vagyok, egyet, azt veszek, amit fizetek akarok. Egy kört mindenkinek, bemegyek 3 évre, de úgy akarok meghalni, hogy volt ilyen nap. Legalább egy az életemben. De Ricsikénél... Most már Ricsike. Aki előző este valószínűleg még az anyukája által főzött krumplipürét majszolta az emeletes ágyában, érted? Tehát nem hinném, hogy ő ezt nagyon meg akarta élni. De a kísértés azért az egy érdekes dolog, nem? Hogy micsoda épp elme kell ennek minden nap ellenállni. Írja nekünk egy hallgató, hogy 5-600 forintos órabér, vagy 800 forintos órabér, és közben milliókat cipelsz, de 100 milliókat. Hogy ott azért egyszer eszedbe jut, hogy mi lenne, ha nem? Igen, de hát tudnod kell, hogy nem a tiéd, meg tudnod kell, hogy úgy is elkapnak, nagyon kevés ember van, aki megúszza. Jó, de meg kell értened Ricsit, Feri, jön ki az új Assassin's Creed, érted, neki azzal játszani, ha kellett, még az a hét. A postásról készült tankcsapda klip? Igen. Igen? Igen, igen, van az egyik tankcsapda számban. Tényleg a kis zoknival, térnadrággal megy, biciklin. De csak egy picit élni, igen, akart. Hát hány olyan film van, ahol megnézik a pénzszállítóknak a rendszerét, ugye? Tehát amikor fölkészülnek egy lopásra, hát megnézel 3 filmet, és már jobbat raksz össze. Ki marad a kocsiba? Meddig marad a kocsiba? Mikor van a váltás? Hogy tudod elvinni? Hol vannak a hibás pontok a pénzszállításban? Mik a sebezhető pontok? De ez a majd, ha a párom nem figyel, elsétálok mellette, és akkor... Ugye? Hogy ez nem egy kidolgozott dolog. Mi is kitaláltuk volna, jól láttam magam előtt a szembesítést, ott ülünk mind a 3 ilyen láb- és kézbilincsekbe, és akkor Balázs megtörte, azt mondja felé, hogy látod, rossz ületelet volt, hogy Jani volt a sofőr. Állikom, akkor nem megbuknánk. Elvileg, ha egyébként te pénzszállító vagy, akkor neked meg kell halnod azért a pénzért, tehát te tűz párbajba keveredhetsz, és neked feladatod megvédeni? Ha fegyvert fognak rád, neked elő kell venned, és lőnöd kell? Bruttó 180-ért, 200-ért neked nem kell védened? De nem. Van fegyverük. Van, de az elriasztás véget van. Nagyon kemény. A pénzszállítók napi kb. 500 forintos órabérért dolgoznak, és a legtöbb pénzt a központi KP feldolgozóban számolják át. Így nekünk, aha, valakit. Az is micsoda döbbenetes kísértés. 500 forintos órabér, ha 8 órát dolgozol, az 4000 forint. Igen. Egy postás kézbesítő 16 év után 145 000 bruttóval van bejelentve. Na, ezért kérdezem, hogy ennek a lélektana érdekel igazán, hogy amikor ennyit keresel, és közben ilyen összeg megy át rajtad, micsoda jellem kell ahhoz, hogy eszedbe se jusson közben. Igen, nem? És a pénzszállító az még borravalót sem kap, tegyük azért hozzá. Igen. Volt nála fegyver is, gyerekek. Ez mondom, hát fegyvert is kell, hogy 25 millió forintnál kell nálad legyen. Így van. Pisztoly. De akkor milyen pszichológiai teszt az, amin egy ilyen ember átmegy? Uh-huh. Tehát, hogy milyen tesztet kell kitölteniük, aki egyébként arra tervező, hogy PSP-t vegyen, és nem tudom, mit csináljon utána. Órát vegyen, táskát, meg mit vett, még konzolt magának. Jó, de róla el tudom képzelni, hogy a fegyverén nem volt kicsomagolva, és lőszer se volt nála. Csak vitte magával egy dobozt. Itt a postás? Melyik postás? Aki lelépett egy napra. Aki pénzzel? Lelépett egy napra? Igen. És leült a börtönben volt? Igen. Adjuk be. Gyorsan add be, beszélünk vele. Zoli, hello, jó reggelt. Szia, Balázs. Hello! Hello! Szia. Zoli, ugye megemlítettünk már, nem is tudom, hogy talán Jani vetette föl, hogy volt egyszer egy postás, aki egy nap azt mondta, hogy jó, eddig és nem tovább, és azt mondta, hogy, vagy azt mondta a postás, hogy élni akar, elvitt egy kis pénzt, és ez te voltál. Így van, sajnos. Így van. Ez mikor történt ez az eset? 98. Akkor hány éves voltál? 23. 23. Aha, én azt hittem, hogy egy 40-50 éves ember jutott el idáig, hogy egyszer az életemben legyen egy ilyen. Nem, sajnos. Akkor miért? Mennyi pénz volt aznap nálad? 580 000 forint. 580 000 forint. Előre eltervezted, vagy egyszer csak jött egy gondolat, és elindultál vele a Balaton felé? Ez úgy történt, hogy megállapították rólam, hogy daganatos beteg vagyok. Akkor azt mondták, hogy nem sok van vissza, hónapok. És akkor azt mondtad, hogy mindegy, ugye? Akkor már úgy voltam vele, hogy teljesen mindenki, hol hal meg az ember, akkor már mindenki egy lapra föltettem. Ja, értem, tehát, hogy félrediagnosztizáltak, azt mondták, hogy van egy pár hónap, és azt mondtad, jó, akkor... Nem félrediagnosztizáltak, tényleg beteg voltam. Azt értem. Kezelésekre is jártam, tehát hál' Istennek mondom, helyrehoztak, de akkor nagyon el voltam keseredve. Aha, és azt mondtad, hogy akkor legalább legyen egy nap. Uh-huh. Értető ez a motiváció. Mennyit költöttél el az 580 ezerből? Hát, nevetséges. 13 ezer forintot. 13 ezer forintot. Azt a mindenit. És mennyit kaptál érte? Egy év. Többet kaptál, és végül egy évet ültél le, vagy egy évet kaptál, és felfüggesztettek? Egy évet kaptam, nem. Le kellett ülni ezt. Ez letöltendő börtönbüntetés volt. Egy év, mivel hogy
azt mondták, hogy akár elköthettem volna az egészet is. Aha. Tehát igen. Na de várjál, téged elkaptak, ugye elkövetés közben, az elkövetés után, vagy? Nem, feladtam magam. Aha. Tehát elmentem le Balatonra, jól éreztem magam, megmondom őszintén egy napot, másnap hazértem és feladtam magam a rendőrségre. Mondjuk ennek tükrében elég érdekes az az érvelés, hogy akár el is költhetted volna, hiszen saját magadat adtad föl, miközben csak 10 napig. De nyilván azt is beleszámolták enyhítő körülménynek, persze, közben. Vissza is vittem a pénzt. Tehát 13 ezer forint híja volt az egész. Milyen volt az a nap? Engem az érdekel. Amikor azt mondtad, hogy mindegy, hadd szóljon. Ugye nekem a szüleim nem tehették meg, hogy engem elvigyenek akár Siófokra, vagy akármilyen, akár Budapestre. Én boldog voltam az a nap. Mit láttál, vagy mit csináltál? Hát igazából bulizó embereket, meg én egy rockkoncerten voltam, tehát... Soha életemben nem éreztem még így magam, akkor. És az volt az álom, hogy akkor, ha már úgyis mindegy, ugye mondták neked, akkor eljutni egy rockkoncertre. Mindegy volt, így van. Milyen volt a börtön? Hát így utólag már elviselhető. És mit csinálsz azóta, hogy kijöttél? Azóta elmentem külföldre dolgozni, épp most tartok az M1-esen hazafele. Rendeződött az életem, családomban, próbálom a múltat feledni, igazából ennyi. De túl vagy rajta, tehát most már nem csinálnál ilyet. Nem. Érdekes történet ezt így halva egyébként. Jó, és meg is gyógyultál, azt mondtad, hogy hál' Isten sikerül. Hál' Istennek, igen. De jó. Igen. Jól van. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál, Zoli. Érdekes történet ez. Köszönjük, hogy elmondtad. Én köszönöm. Ciao. Köszönjük, hello. És akkor róla csinálta a tankcsapda. Így van, nem kell semmi címklipet. Érdekes történet. Na jól van. Hát szegény Ricsi. Körülbelül is egy-két évet fog kapni. Tessék? Neki is volt egy jó napja. Én nyilván nem sajnálom, tehát rabolni ment. Tehát nem erről van szó. Csak a szüleit sajnálom, inkább nem őt. Tehát ilyenkor azt mondod, de a szülő, nem? Hát az a kemény. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A Balatonon nem lehet motorcsonakozni? Mert hogy egy motorcsonak... Nem azért mondjuk, maradjatok! Semmi gond, ne törődjetek, maradjatok itt nyugodtan. Nem, ők sodródnak. Elszabadult valahonnan. Ugye? Még úgy tudtam, de mindig, amikor lejövök a Balaton, ami nagyon szeretjük a Balaton, sokat jövünk, akkor egyre több motorcsónakost látok. A biztosítás véget vannak. Tehát ők egyébként nem, de most kivételesen lehetnek. Biztosítanak minket? Igen, hogyha beleestünk a vízbe, akkor már ki tudnak venni. Most már lemaradnak. Egy picit. Szevasztok! Köszi, és bocs még egyszer, hogy szóba hoztál, Balázs, nem, meneküljetek. De hülye, nem a mentőhajóról beszélek. Hát ők látszik rajtuk, hogy ha beleugranék, ott ugranék be, ahol ők vannak. De itt jöttek más motorcsónakok körülöttünk. Aha. Ők azért igen, vannak, hogyha én esnék vele, mert a kis gumicsónakkal engem nem lehet kivenni. Ja, azért van annak a motorcsónaknak a taru a végén, hogy ezt téged kiemel a vízből. Egyébként sem motorcsónak, csak nagyon pici felülete a vitorlázata. Mi a jelmondatunk? Bahart will go? Így van. Igen, vagy don't chain Bahart, illetve don't go breaking Bahart. Írt az Anna. Tényleg? Igen. Verset? Nem. Üzenetet. Tatár Csilla van. Akkor forduljunk vissza. Nekem bejön a Csilla is. Irány, tarts! Akkor hagyjuk. Igen? Csilla? Igen? Ne, Gabi, nehogy aztán a popsira csapjon majd a Gönci, Gabi. Nehogy aztán itt egy ilyen féltékenységi jelenet bontakozódjon ki az RTL aulájában, ahol Gönci Gabi birkozik Vadó Janival. A reggeli... És egy cicabox, tudod, ilyen összekapaszkodott kezeket. Most miért csináltad ezt így? Úristen, válasszák szét őket, ennek nem lesz jó vége. Jaj, meghúzom a haját, nekem nincs is. Gabi, ne csináld ezt, engedd el a fenekem. Igen. Na mi? Igen, hiszen én nem tudnám elengedni az ő fenekét, hiszen nincs. Neki. De van, csak mindig otthon adja. Van, igen, csak behúzza. Tehát ő reggel úgy indul el, hogy megnézi, megvan a pénztárcája, a kulcsa, a telefon, de nem csekkolja a saját fenekét. Elindul, és aztán rájön otthon, hogy útközben rájön, hogy otthon hagyta a fenekét, akkor már nem fordul vissza, hiszen elkésne a fókuszból. Biztonságos helyen van. Fenék nélkül megy be dolgozni. Így van, biztonságos helyen van, gardróba. A feneke, a brillantinos tége, illetve a lakcipő mellett. A Gabi egyébként szerint elzárja a fenekét, mert attól fél, hogy a feneke otthon önálló életre kell, berakja a vitrinbe, vagy azt mondja, hogy menjek most dolgozni, kis fenekem, ne csinálj semmi rosszat, nézd meg a DVD-t, itt meg a kakaót, mire hazajövök, aztán... Szuszok ki magad, és aztán szellőztet. Mire hazajövök, aztán nem szétpakold a lakást, és elindul Gabi a feneke nélkül, ő vajon elköszön a fenekétől, vagy a feneke mindig lecsatlakozik a Gabiról úgy, hogy Gabi nem veszi észre, hogy a feneke megint otthon marad. Hogy van ez?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem valószínűleg az lehet, hogy rázárja mindig kulcsra az ajtót, miközben... De szól neki, hogy már jól viselkedjél kisfe, nekem nem sokára jövök. A két popsi fél felrohan az emeletre, és felugrik egy izére, egy forgószékre, és oda tapasztja a kis felületét az ablakhoz, és ilyen kicsit nedvesedve, kicsit romantikus, kicsit vágyakozva Gábor után nézve. Jaj, kis gazdám, ne menj el, visz névre, hagysz itthon. És Gábor visszafordul, és azt mondja, szia kis fenekem, szia kis fenekem, már csak 8 óra és újra itthon vagyok? Így van, 8 óra és újra találkozunk. Mondja erre a popsi. És olyan van, hogy a Csilla hazamegy, és Gábor még nincs otthon, csak a feneke? És akkor Csilla leül vacsorázni, és azt mondja, hogy hát ha már Gabi nincs itthon, kisfenék, gyere, akkor vacsorázunk együtt, és odaül a fenék az asztalhoz, és megvacsoráznak. Így van. És aztán, amikor hazamegy a Gábor, akkor a feneke fölugrik rá, hogy kis gazdám, de jó, hogy itt van vagy. Fölugrik, és onnantól kezdve együtt mennek? Vagy hogy van ez a Gáboréknál? Ugye, ezek érdekes kérdések. Érdekes kérdések, illetve, hogy vacsor előtt most a segget. Igen. Mármint a feneke. Mert Gábor és a feneke az nem olyan, mint az idő és a tikotáj, mert az idő és a tikotáj együtt jár. Ebben tökéletesen igazad van. Emlékeztek a cintulára? Persze. A szerencse kerékben az idő és a tikotáj együtt jár. Kedves Aranka, nyert egy Turmix gépet és egy Tikotime órát. Fali órát. Tikotime fali órát, igen, egy ilyen gyönyörű aranyozott fali óra, nem tudom. Ami mert olyan volt, mint egy karóra, emlékszel? Csak nagyban. Igen. Tehát volt szíja, aranyozott, és az volt fölakasztva. Igen, mert az idő és a Tikotime együtt jár. A Göncivel tegnap egyébként együtt zenéltem, tehát ott esküszöm, hogy zenél a Gönci? Hát énekel. Igen. Mit csinál? A Smile-ban. A Smile-ban. Igen. Ő az énekes, nagyon jó buli. Igen? Én vagyok a hülye, hogy ezt behozom. És mondjátok nekem, hogy melyik zenekar. Lassan 25 éve csinálja. Hát azért ennyire értek a zenéhez én is. De tök jó a névválasztás egyébként, hiszen mindenki megmosolyogja őket. Gyerekek, írt a Gönci SMS-t. Na. Mindjárt megnézem, várjam. Hát, ilyenkor nem fönn van. Gönci azt mondja, Trezorban van a seggem. Na, igen. Akkor ez lehet az oka egyébként. A Trezorban van a segged, elfelejtette a kódot. De várjál, van smiley-e, van utána? Van. Aha. Hát a Göncinél smiley-e, hát persze. Hát ezért kérdeztem. Ne vicce, ő néha úgy küldek el, hogy SMS-t, nincs benne semmi, csak egy smiley-e. Mondom, adjál már Gabi, megint koncertet lesz. Nézd már Gabi, megint. Mi van Gabi, megint koncertet lesz? Figyelj, azért ő háromig nyomta a bulit, vagy fél háromig. A Gönci? Aha. Igen. Hát. Milyen, amikor a Gönci ilyen nagyon eldobja magát, és nagyon bulizik, és nagyon oda teszi magát. Még egy kubis vizet! Azért kérdezem, hogy az, hát milyen? Hát, milyen, amikor a Gönci bedobja pálinkát, a törölközőt? Pálinkát, én vagy csak mondom, lehet, hogy ezzel üzemi titkot árulok el, de gyerekek, ott volt minden. Én időben leléptem, ki tudja, hogy utána ja, ti tegnap este egy helyen voltatok? Tegnap este együtt dolgoztunk, ők zenéltek, én műsvezettem, aztán beszálltam a zenekarba, mert megkértek rá, hogy dobjam föl a Smile-t, ez meg is történt, aztán ott hagytam őket, és ment a tombolás. És az ujjai köré csavarta a közönséget. Tudom, hogy még seg nélkül is. Igen? A? És tegnap este vele volt a legjobb barátja a feneke? Nem. Hát a Trezorban volt. Ja, Trezorban. Hát nem viszi el, hát érted, tökre kivetközik magából egy ilyen koncerten, piszik valami durvát, mit tudom, egy őszi levet, érted, aztán nem lehet vele bírni, mi lenne, hogyha ott elveszítene a seggét. És egy rajongó megfogja és letépi egyszerűen, hát, és elviszi. Akkor mi van? Érted? Nem akarok nagyon belekötni az irányba, de mintha partvonalra mennék, kapitány úr. Tehát nehogy aztán itt egy ilyen Costa Concordia baleset kettő legyen. Most nem fékezünk, kapaszkodjuk! Egyébként gyerekek, ha már ennyit megyünk le föl, nyugodtan visszamehetünk volna az autómért, mert föl tudnék állni a kompra, és akkor nem kéne átúsztam ott alsó őrsről, majd Siófokra. Csak neki jó legyen. Neked nem kell valamit elintézni a Siófokban? Mi megállhatnánk Siófokon. Hát biztos volt egy Tecsó Express, beugrok, hogy hívják. Biztos van valami lehet. Egy doboz 12%-os tejfölér. Csak mondom, hogy teljes közel megyünk a susnyás felé, ez természetes, vagy kapitányunk egyébként ez a susnya természetes. Ez nem egy mesterséges susnya. Aha, de most elfanyarodott, igen, megébredt. Meg, most ahogy elkezdtünk róla beszélni. Susnya, tényleg! Igazán van ezeknek a srácoknak, és már oda kicsit elhúzom. Kiforulok jobbra már, én ebből baj, ez az már az a torony, nem az a torony, a mindenki az irányába menni kell. Alász, ez nem így van. Gyertek, már segítsetek, olyan kézikönyv. Jó van, ez egy gondoltam idő, de látod... Mi már a vízimentők is menekülnek. De látod, ahogy szóltam, elkezdtünk fordulni? Felénk, megint kivette észre, megint kiirányított át a kompot. Neked van hajó vezetői jogosítványod, nem? Kisgépvezetőim van. Ha menjél fel a Koveddát. Hát nem teljesen ugyanez, igen, ez egy sok tornás valami, nekem meg egy kisgéphajom van, de abszolút.
Na, kiszúrom ezt, hogyha... Igen, srácok, ismertek, én mindent megnyomok, amit lehet, úgyhogy szerintem menjünk fel. Menjünk fel majd a kapitányi fülkébe, nézzük már, mi történik ott. Picit úgy tűnik egyébként, hogy most túlfordulunk. Most nem azért mondom, kicsit emlékeztet a Bismarck esetére, aminek néhány torpedó találat tönkretette a kormányművét, és utána pedig tehetetlenül sodródott. Gyerekek, csak mondom, hogy a Costa Concordia ugyanígy minőtt. Nem tudunk elmenni part közelbe integetni az anyósomnak, ugye? Láttuk, hogy mi lett az ügyből. Tehát, hogy ez igen. Nem tudunk partvonalba menni, hogy fölvegyem az autómat. És itt is ez történne egyébként. Hogy a... Marika! Marika, ezt a néven nem láttalak! Meghallom, gyere közelebb, Laci! Hazamegyek úgy, elkapom se Marika úr! Nem is Laci a kapitány, Balú. Balú? Balú, hát na. Persze. Marika, menjed fürdeni vigyázni, és a műszaka hazamegyek úgy alád vágok, nem? Csapkod magad alá, hogy itt a nádos maga más nincsen. Azért már nem vagyunk fiatalok. Gyertek, most nappal szembe megyünk. Én értem ezt a forgolódást, hogy valaki előjön ki egy irányt, én olyan hamar leszek tengeri beteg, hogy még ezen a Balaton is tudok akarni. Siófogot kérted, megálltunk? Az arra van. Most vagy lejön a kapitány, vagy lejön a kapitány, hogy elfogyott a gázolaj, ez a kettő. Nem biztos, hogy megálltunk, lehet, hogy megfeneklettünk. Az is azért egy nagyon komoly 70 cm-es homokpadra futottunk. Hát, hogy csak tudja, hogy hol vannak azok, nem? Figyelj, azért szerintem egy ilyen bahartos kompot zátonyra tenni, szerintem az mulatság. Az menő. Nem? Az igen. Menő. Hú, az igazgató úr arcát látom, de örül. Kinek az igazgatója? Minek az igazgatója? Egy jól prosperáló cég. itt van egy igazgató. Egy balatoni hajózási. Biztos, hogy nem történt semmi probléma. Hát akkor vigyázzunk, nem mondjunk ám akármit, ha itt az igazgató. Én tudom egyébként, hogy minden egyes hajósnak, minden egyes kapitánynak van egy olyan speciális térképe, ami térképen fel vannak tüntetve azok a természetes akadályok, amik esetleg zavarhatják a hajózási forgalmat. Az ügyvédét hallanám a Costa Concordia utasainak tulajdonképpen. Igen, na ez a parancsnálunk. Velünk ilyen nem történhet itt. Nincsenek zátonyok a Balatonban. De vannak. De egyébként vannak. Igen? Szerintem vannak, de azokat mi mind elkerüljük, ha nem fordítva van a térkép. Gyerekek, hallottátok ezt az aranysakál sztorit, hogy most meg aranysakálok vannak? Hogy itt mindig valaki állatot hajkurászik Magyarországon? Hogy egyszer a Bodzoli befogja a teklőt, aztán a mi Gyulánk ott lent a román határ környékén medvére vadászik, most pedig 100 éve kihalt aranysakálok bosszantják a lakosságot. Na hát ez a kulcs, amit mondtál, hogy ez egy kihalt aranysaga. Mit keres itt, ha kihalt? Hát igen, meg 100 éve kihaltak, ugye aztán 99 éve meg újra települtek. De csak egy év luk volt. Szóval hogy van ez a kihalás, hogy valaki látja az utolsó példányt, és most meghalt, kihalt. Tehát, hogy honnan állapítod meg, hogy nem látsz többet, nem találkozol ennyi. Többet. Érted, ott áll az utolsó aranysakál, mondjuk annyi most. Én vagyok, az picit úgy érzem, hogy nekem akkor igen. Én vagyok az utolsó. Mi a Isten, ott a sima bőrű. Érted? Hát akkor egy állat, ha kihal. Igen. Hát a mamut, amikor kihalt. Aha. Igen. Nem támad föl, és soha többet senki nem látott mamutot. Az aranysakál, ha kihal. Aha. Kihal. Nem szoktak hívni a National Geographic-tól, vagy szakértsél, mert nagyon érdekes ez a Attenborough sehol nincs. Gerard Darrell vagyok. Egy Darrell 2 vagyok. Ha kihal, aha. Eltűnik. Nincs több. Most hogy van mégis? Igény volt rá. Hogy van mégis? Hogy honnan? Honnan van mégis, ha egyszer azt mondták, hogy 100 éve kihalt. Egyszer nálunk csak az egyik felkelt. Az utolsó erejével. Vagy nem az összes halt ki? Még teherbe ejtett egy nőstény, vagy én nem tudom. Ha az utolsó már nem ejthet teherbe nőstény, mert akkor nincs nőstény. Ha kihalt, akkor kihalt. Igen, tehát ha az utolsó vagy valamiből, akkor már nincs egy nőstényed. Akkor klónozták a DNS-éből. Itt Magyarországon mi? Hát nem, akkor mondjuk Szlovákia. Na, már itt szuszog a magyar észventúra. Már tényleg? Hallom, hogy itt van a fülünkben. Egyébként közben egy helikopter is megérkezett. Semmi gond, minden rendben! Csak pihenünk! Tudatos a forgolódás, nincs baj, ezt így terveztük. Higgyétek el, ez itt nem a nádas, amit láttok alattunk. Aha. Uh-huh. Nem az övé ki a komp? Itt van velünk a magyar észventúra, Bot Zoli. Hello Zoli, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, szia. Zoli! Aranysakál űzőben éppen? Beesik tényleg, tudjátok, egy kis fusi munka is a sok kígyó pók közé. Ez a fusi munka. De tényleg most éppen aranysakálokat keresel? Igen, igen. Hát kellett, bepróbálom megfogni, mert már láttuk a sakálokat.
próbálom megfogni, mielőtt kilövik őket, igen. Tehát azt nem engedném, hogy kilövik őket. Az aranysakál elég ritka Magyarországon, viszont vannak még bizonyos populációk, amik még az erdőben élnek. Na most itt az történt, hogy az erdőt, erdő közepén elkezdtek építeni lakóparkot, és így kiszorították. Az aranysakálok? Mm-hmm. Igen, igen. Nem, az, nem a sakálok. Azt hittem a sakálok lakóparkot építettek nem, az erdő közepén. Milyen fejlett sakálok ezek? Aha, tehát nem a sakálok építik. És kik élnek az erdőbe? A sakálok? Vagy a sakálok. Ez egy másik, ja, igen, azt hittem. Miről különböztethető meg a natursakál az aranysakáltól? A karálokától. A bundája az mindenféleképpen, illetve hát a magasságot. Ez egy kicsit nagyobb, mint a róka, viszont kisebb, mint egy farkas, ja. És elég hosszú lábuk van, tehát a testükhöz képest hosszúkás a lábuk, és egy nyurga hosszúkás testük, az elég éles, vegyes külük van, és hosszú pofány. És van egy bizonyos, ez a sakál üvöltés, ez a sakál hang, amit ott egyfolytában hallanak a lakók. Az milyen Zoli, azt meg tudod mutatni? Most hát én nem tudom neked megmutatni. Nem csak egy picit, hogy milyen ugatnak, vagy mekegnek, vagy bonyítanak? Hát nem, bonyítanak inkább elég hosszasan. Tehát ugyanúgy, mint a farkas, csak sokkal mélyebb, magasabb hangon. És hát múltkor pontosan azért támadták az a kislányt, ott, aki sétáltatta a kutyáját, mert ugye nála is volt kutya, és ezek a sakálok azért védik a területüket. És hát ugye nem az ember volt a célpont, hanem a maga a kutya. De Zoli, ne csinálj, mutasd már meg, hát most egy ország állít hülyén, érted? Most kimegyek a gyerekkel, hogy nézd, kutya, hagyja a hangot, én megsimogatom, közel leharapja a gyerek kezét, hát legalább mondjam neki. Én nem tudom ezt utánozni, megvan neked. De vonyít, mint egy farkas? Hát igen, mint egy farkas, csak sokkal magasabb hangon. De hogy vonyít a farkas? Sokkal magasabb hangon vonyít. Azt a Szilágyitól kéne megkérdezni. A Szilágyi nem, ez egy egyedülálló munka most. A Szilágyi otthon szoptatja a mennyétet. Azért! Szilágyi tud élni! Nyugtas, csekkolja! Csekkolja jövendőben ilyet! Én már sok mindenre túl vagyok, azt gondolom, voltak kemény éveim. Három óránként, gyerekek! Figyelj, nekem ez nagyon szimpi. Én az épluszos időket meghúztam, de azért ez kimaradt. Mennyétet még nem szoptattam. Ja, mennyétet! Én meg már kezdtem bánni, hogy nem fiam van, mert akkor egy kicsit később, majd egy pár évvel később tudnám szoptatni a mennyét. Úgyhogy a pillanat is kikoltunk a helyet, elkerültek el, bent ültünk a kocsiba, ugye kihelyeztük a csapdákat, mert ezek az állatok inkább főleg este jönnek elő, kihelyeztük a csapdákat, beletettünk, tehát kihelyeztük három csapdát, abból kettőt, hát hússal, tehát több hússal, aminek van szagam, beletettük a csapdába, ez egy élvefogó ketret, mondjuk ebből a csapdából kettőt el is loptak, három óra alatt. Jó kis magyar mentalitás. Maradt egy csapda, és ugye hát akkor már ott maradtunk kocsiba, ülünk a kocsiba este éjjel, nézzük ugye messziről a csapdát, szotyolázunk már, akinek van foga, hát ugye hárman voltunk, abból körülbelül 11 fog volt, abból egy tíz. Szotyolázunk ott a helyi állatmentőket, és nézzük a csapdát, és kérdezzétek, megjelentek a sakálok, tehát jöttek is, készítettem a telefonos fényképeket róla, de annyira intelligensek, tényleg a csapdában nem mentek be, a csapdát körülugrálták, a csapdán ugráltak, szerintem ott röhögtek, egy kicsit bonyítottak. Szóval te ott vagy aranysakál, leszel a Szilágyi meg mennyétet szoptat. Hát azért nagy életművészek vagyok. És szoktatom a Szilágyit. Jó, átadjuk neki, mindenképpen hallgat minket szerintem. Figyelj, a mennyét nem fogaz. Nem most kérdezem, mert ez egy kis ragadozó állat, nem? Hát igen, ez egy kis ragadozó állat, de most tényleg hozzákerült, tehát hozzá azért hoznak azért újszülött kis állatokat, és tehát ő azért felneveli őket, ugye úgy, mint ahogy a boltot is felneveli. Tehát ők nevelnek a fehérke szállatvédőlig, igaz, befogadja azért a bajba jutott újszülött kis sárva állatokat, és ők azért elég sokat tesznek ez ügybe. Tehát azért azt hozzá kell tennem minden... Várjál, a Szilágyi borzot is szoptad? Nem, csak kérdezem, mert hogy tudom, hogy ugye a Veresegyházen azért medvék is valaki, nem volt, hogy a Szilágyi ott szoptatta a bocsot, és megjelent az anyja, hogy brum, brum, mi történik itt? Szilágyi kell jövök én is. Szilágyi beéleszkedik a medvék közé, tehát azért ez... Nem, az a durva, hogy szerintem, amikor megjelent a medve apa, akkor a Szilágyit szoptatták. Brum, brum, mit csináltak én? Gyere így a Szilágyi! Lehet azért váltott meg a hangja. Na akkor térfélcsere, kis köcsök! A lényeg akkor most Zoli az, hogy nem bajszos vagy, hanem most sakálos. Utána elmegy technikus egy kicsit, tudod, levezetésként. Zoli, imádunk, szeretünk, hívunk, ha van valami jó, vigyázz magadra! Ciao! Zoli, köszönjük szépen! Hello! Mekkora forma? Ez az ember. Mekkora forma? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes kutatás, így péntek
ébre hétvége előtt, hogy egy kicsit mindenki kitárulkozhasson, hogy mi a helyzet otthon, mert hogy állítólagosan, természetesen ez is brit kutatás, hiszen csak a britek kutatnak ilyeneket, lenyomoztak, vagy utána jártak jelmez kölcsönzőknek, és megkérdezték az ott dolgozókat, hogy valljanak arról, hogy az emberek milyen céllal, milyen szándékból kölcsönöznek jelmezeket. Kutattak, megkérdeztek 50 vagy 100 jelmezkölcsönzőst, és elmondták, hogy egyre népszerűbb az az ok, amikor vagy a férfi, vagy a női vevő, bérlő, vásárló mondja el, hogy bizony, ezek együttlétekre kellenek, és hogy azért szeretnének kikölcsönözni valamilyen jelmezt, mert hogy egyre népszerűbbek a beöltözős együttlétek. És 2007-ben ők ezt tovább kutatták, 100 emberből állítólag csak 11 ember találta ezt normálisnak, a szerepjátékok bevetését. 2014-re ez a szám arányosan a triplájára nőtt, és megkérdezték egyébként a kölcsönzősöket, hogy milyen ruhákat visznek, vagy milyen jelmezeket, vagy milyen mesefigurákat visznek, leginkább a britek egyébként, arra, hogy boldoggá tegyék a párjukat, és egymást. És ezeket a ruhákat ugye rendszeresen tisztítják. Csak így most így, igen, így beugrott, igen, hogy így, igen, azért, igen, érted. Igen. Elviszik, kitisztítják, és úgy tudod. Tehát, hogy de az UV-s bulira ne nagyon vidd el őket. Mert... Hát nézd, én is kölcsönöztem Mikulás ruhát a gyereknek, ugye tavaly, amikor én beöltöztem Mikulásnak, akkor ha ezt ismerem ezt a cikket, azért... erre a családon, miután megölelted őket. Azt ismerem ezt a cikket, azért átvilágítottam volna egy lámpával, hogy biztos, hogy 100 fokon mosták ki a ruhát. De ne menjünk el annyira most. Nem akarok itt mindenféle legényfoldokról beszélni. Mik a legnépszerűbbek? Hogy mik a legnépszerűbbek, ez is érdekes. Egyre gyakoribb, hogy a pár csupán egy napra bérel ki piroska és a farkas jelmezt. Azért ezen majd időzzünk el egy pillanatra. A csillagok háborújából Leila. Hallod, milyen vidéki vagyok, úristen. Leila organika. Hallod, Leila nagyon jó. Leila a legnagyobb. Leila hercegnő jelmez, nagyon népszerű. Jó, de kivel? Csubakával? Hasonlóan népszerű a Csipke Rózsika vagy a Pókember. Dr. House jelmez. Ez egészen fura, hogy ez egy fehér köpeny lett a Dr. House jelmez. És olyanok is akadtak, nem, az egy bot. Nincsen, mert hogy neki... Jó, nem hát... veszve, hogy neki csak egy botja van, és sántikál. Jó, hát azt hittem, ez átmegy rajtatok, mindegy, akkor nézzétek a Dr. House. Jó, hát nem kell mindenem fennakadni. Harry Potterből is kerestek jelmezeket, felturbozott együttlét szempontjából. Halloween vagy farsang jelmez, Csubakka jelmez. Csak Csubakka is. És a Star Warsból még egy-két alak, aki nagyon-nagyon népszerű. Mondjuk egy Csubakka. Na, és hogy van ez? Egy Ewok párosítás, az nekem például bejönne. Tehát, hogy azért az vicces lenne. Egy Csubakka és egy Ewok. Kb. Nálunk is ott meg ezek az alányok tetni. Hát csak nem tudom, hogy kinek dicséret, kinek nem, hogy Mónika Csubakkázt, mert magadat leevokozod, az egy dolog, de hogy a Móni finoman lecsubakkázod. De én vagyok az ő kis matkója. És a Móni a Csubakka. De azért például el tudnék képzelni a bizarr párosításokat, mint hogy például ez a piroska és a farkas, azért szerintem elég kemény, de mondjuk el tudnék képzelni egy Doroté és Totót például. Igen, Doroté és Totó is. Csaholy, Totó. Hogy néz ki egy ilyen szerepjáték? Ritkán csináljuk, tehát hogy nem nagyon, ezt nem nagyon ismerem, de gondolom tessen. Hogy a feleség kikölcsönzi, otthon elbújik farkasként. Igen. És amikor jön be a feleség, mit sem sejtve, frissen, üdén, illatosan a fürdőszobából, akkor egyszer csak egy farkas megjelenik, elkezdi nagyon csóválni a farkát, nagyon szúszog, és ráölteti a feleségére a piroskát, vagy ez már egy ilyen délutáni megbeszélés, hogy mi lenne, ha te ma lennél piroska, én lennék farkas. Szerintem a spontán dolgok azok sokkal jobbak. Én úgy képzelem a dolgot, hogy jön haza a feleség, igen, a cekkerekre, a Lidl-ből éppen hozza hazafelé az akciós cuccok, jól le van izzadva, iszonyatosan mérges, kicsit ki van égve már, csörögni kezd, bedugja a kulcsot zárva, hogy hívják, nyit be az ajtón, nagy sóhajtó, leteszi a két szót, és egyszer csak meghallja a fürdőszobából. Na, és abban a pillanatban már tudja, hogy mi van. Igen. A farkas kirongyol a fürdőszobából, frissen mosva, akcióra készen, és ott nekiesik az előszobában. Te se sokat szerepjátékozol, akkor hát ez a szétguruló krumplik. Nem, persze, Jabát játszik. És félbarna kenyerek között. Igen, megérkezik a házi, azt mondja, hogy... Megérkezik a házi, és azt használja, hogy az ura Jabba jelzi, no, Csuda, Kavavuki, Jedi. Persze, nyilván teljesen életszerű. Juli, ti szerepjátékoztak őszintén? Volt már valami? Harry Potter, orvosos, ápolónős. Zsok pasinak erre például beindul a fantáziáját. Ez a steward, ez ápolónő, dokinő, ez, ebben azért van valami. Így van. Ezt bírom, ez nem egy rossz vonal. Ápolónő és iskolás lány.
De jó. Volt a férjed, vagy voltál te? Nem, én voltam nálunk. Tehát, hogy ez és a ő kettő... volt az iskolás lány? Nem, én voltam az iskolás lány. Te voltál az iskolás lány? Na, figyeljetek, tehát mi 10 éve vagyunk együtt a párommal. És valamit már ki kell találni, mi? Szóval, ha melegítő alsóba jövök le az emeletről, már azt is tudja értékelni, hogyha egyáltalán lejövök az emeletről. Tehát, maga sarkuba lát, hálálkodik ezt, hogy köszönöm. Végre először ebben az évben. Szóval néha azért vannak, hogy is mondjam, ünnepnapjaink, amikor egy kicsit megadjuk a módját, és de azt gondolom, hogy ezek a beöltözős dolgok, ezek addig jók, ameddig elindítanak valamit. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy nem tudom, Harry Potter az aktus közben azt mondja, hogy akkor most előkapom a varázspálcámat, mert az megöli. Igen, megöli a bulit. Szerintem óriási duma. Hát ha már így, most előkapom a varázspálcámat. Mindaddig ez tök cuki, hogy én lejövök egy kis rakott szoknyában, meg hosszú zokniban, és azt mondom, hogy tanár úr, nem készültem. Mondjuk ez így bejön. Ez nem rossz. Ez nem volt tüntessen meg. Vagy otthon hagytam a matek füzetemet. Kicsit becsuktam a szemem. Igen. Figyelj, hát szigorú tanárbácsi. És akkor egy darabig ő is válaszol erre, de azt mondom, hogy... És ő már tanárbácsiként válaszol? És akkor a tanárbácsi válaszol, és akkor én meg azt mondom, hogy jaj, tanár úr, most akkor mit csináljunk? És akkor mit? Ez nagyon jó, ez jó ez a vonal. És szigorú hangon azt mondja pedig már Vladimir Ilyich Ulyanov is megmondta, hogy tanulni, mi lesz magából így? Frakagé! Tanár úr, oktasson! ez jól hangzik egyébként. Ez nekem kezd nagyon tetszeni. És mindig ez a sztereotíp, a rossz diáklány, aki nem készült, és a tanár megjutalmazza, vagy megbünteti? Igen, de egy idő után kiesel a szerepből. Hmm. Vagy hát legalábbis, szóval, hogy ki kell, hogy esse a szerepből, mert egy ponton túl ezt nem lehet tovább vinni. És tehát kicsit cobba rakott haj, hátizsák, kis bokazokni, vagy térdzokni, igen? Tényleg? De van egy titkos szekrényetek? Vagy ezt Nem kell ezt kölcsönözni, a férjem egyszer vett egy ilyen rakott szoknyás ruhácskát, és jött haza csillogó szemmel. Neked? Igen. Vagy rajta kaptad, hogy magával. És nézegeti magát a tükörben. Igen, nem készültem, tanár úr, nem készültem. Hát ezzel jött haza. És neki van tanárszettje? Nincsen. Nincs. Tehát nincs egy T-alakú vonalzója, egy kis szemüveg, amit fölkörül. Egy barna köppeny, egy hogy ilyen középen összeleukóplasztolt, hogy ilyen szarukeretes szemüveg. Igen, egy körző és egy napló. Nekem kell szituba kerülnöm. Tehát neked kell robbantani, igen, te indítasz. Igen, vagy utcalány. És akkor ilyenkor incselkedsz, hogy tanár úr, úgy érzem, még egy kicsit száraz a spongyám, benedvesíte. És akkor neked kell robbantani? Igen, nekem kell robbantani, de ez csak, hogy is mondjam, a hangulatot adja meg. Tehát, hogy ez témaindító. Uh-huh. De hát közben, tehát, hogy ha én azt hiszem, hogy ha azzal jönnék elő, visszaállnék a szerepbe, és azt mondanám, hogy tanár ura, ez a pálcája, vagy hova nyújt a kréta, Igen, az nem biztos, az nem szeretnék biztos, hogy jó. Inkább házi feladatot, akkor egy jó szigorlatot kérem. Igen, ez agyon csapnában. Hétköznapiak nem szoktak lenni? Tehát mit tudom én, hogy postásnök költözik, és hozza a családi pótlékot? Nem. Mond még egyszer, hogy büntessen meg, hogy rossz voltál, és nem tanultál. Mond még egyszer. Tanár úr, nem csináltam leckét. Nagyon jó. Nagyon jó. És nincs nálam az ellenőrzőm sem. Egyre több a bűnöd, kislányom. Nagyon, nagyon meg leszel pálcázva. És ő mi? Tehát ő, van olyan, hogy ő robbant, és ő indít valamit? Vagy mindig alkalmazkodik az, ami te vagy? Egy szupermenes alsónadrágja van. Nekem egyszer volt egy olyan alsógatyám, hogy micimackó volt rajta, és foszforeszkált. A micimackónak mi a foszforeszkát? Semmi, az egész micimackó foszforeszkát. Már nem hordom. És van kis ormánya is? Nem úgy szupermenes. Ez nem ilyen kis elefántos, vagy akármi az a szörnyűség, hanem... Egy hatalmas P betű van rajta. Nem, egy hatalmas nagy S betű van rajta, és akkor az olyan jó pufa, de tehát olyan nincsen, hogy én ülök a kanapén, és a Miró egyszer csak megjelenik, mondjuk páncélos lovagnak felöltöző, és azt mondja, hogy eljövök, és megmentem a várkirálylányt. És van olyan, hogy van olyan örömlánynak is öltöző? Ez is van? Hát az örömlány az csak megkeresem a 120 szexi fehér nemű közül az egyiket. Na, igen, mert az olyan sztereotíp, nem? Tehát ez egy harisnyakötő, egy melltartó, egy hát kis szert, és az már, tehát, igen. Én nem tudom, hogy szóval, hogy viszonylag ritkán van az, hogy ezeket a sztereotíp dolgokat is magadra húzod. Tehát azért valljuk be őszintén, tehát a 10 esetből 9-szer az van, hogy a pizsamát húzod le, és nem a vörös szexi bugyit.
Tehát, hogy az is alkalom, hát amikor már... pizsomát kiről, ugye, jégerasson. Az emeletes ágyról is. És a jégerasson ott egy aláöltözett. Az baj, hogy engem kicsomagol Móni, addigra már érted. De figyelj, miért nem játszotok valami ilyet, hogy te vagy a hegymászó, aki hat réteg van, és akkor ott elakadtál 800-ren. És ott jössz a kis jégerasonba, hogy kevés a levegő. Oxigét, oxigét, valami, valami kerüljön már az arcomra. Maszkot, maszkot. A serpával. Tehát, hogy nálad ez lenne? Hát figyelj, te hat rétegben alszol, van rajtad egy bundabugyi, van rajtad egy zokni, van rajtad egy ilyen jégeralsó, egy cipzáros felső, fönt vagy egy kis emeletes ágyon, Móni pedig a serpa, aki megment téged. Igen. És lélegeztet és lehoz 8000-ről. Nem, én az alaptából. Sokkal vadabb egy serpa, érted, az mégis egy sokkal vadabb, hogy elrabol a yeti. Fura, hogy Mónit mindig vagy Csubakának, vagy Yetinek ábrázoló. Mert ő egy erős. Egy rosszart ezt azért lefuttatnék rajta, hogy miben mit lát. Tehát nagy szőrös lényeknek ábrázolod. Egy nagyon erős jellem. És valószínűleg elég. Meg valószínűleg én tudod, hogy szeretem, hogy így elrabolnak. Szeret kicsi fokoly lenni. Balázs, tehát lehetnél sarlatán. Sarlat? Aha. Köszönjük. Nagyon passzol a személyiségemhez. A sok alaptalan rizsa, amit eltúlsz. Hogy érte semmihez. Tudod, mi legyen sarlatán? Tök jó szeretni. Éppen arról beszélgettünk, hogy ahogy a Viki kipróbál mindenféle ilyen módszert. Hogy mehetnél a mérőpálcáddal, meg az ingáddal. Igen. Ha mondjuk, ha én meg a mérőpálcáddal. Figyelj. Vikike, guggoljon le. Guggoljon le, Viki. Keresek egy jó vízerámat. Van-e itt Hartmann sugárzás? Előveszem a vízeres. Ide a macska nem feküdne. A macska nem feküdne, de én igen. Igen. Valami elszívja az élet erejét innen. Na tessék, most hozzátok meg nekem a kedvet, és akkor hétvégén kipróbálom. Mi legyek? Mivel lepjen meg a Vikit? Mi legyek hétvégén? Veszek valamilyen szettet. Na, mi állna jól nekem? Most télapó nem lehetek, nem? Az béna, nem? Star Warsból legyek valaki? Vagy valami melós, valami ócska melós. Ne, kenjen be magam sárral, legyen egy ilyen, mint a kisfakodnak, egy ilyen kis kezes lábasom. Az félig leengedett ilyen. Egy villás kulcsal, és jöjjek, mint... Legyen te rendfőnök, ő pedig apáca. Micsoda? Rendfőnök és apáca, és összefuttok a kerengőbe. És ő a kis apáca. Hát most úgyis lakásfelújítás van nálatok. Most nagyon lakásfelújítás. Hát akkor mondjuk felküldöd a Vikit... mi ez, vakarni a festéket. De mi van, ha olyat csinálunk, hogy én bekopogok ott? Tehát eljátszunk az elejétől kezdve, hogy én megjövök, és én vagyok a vízóra szerelő. Ez nem jó? Hát. És elindul délután, egy ilyen bemegyek, nem rossz. Szerelem a vízórát, megkínál egy kávéval, és akkor abból elindul valami. Nem? És aztán szétfésülöd a kócot? És aztán ki szerszámos ládámat lepakolom. Szerszámos láda, melós nadrág. Szerintem annak lenne. Tehát, hogy most is romos a lakás, tehát most valami ezen kell elindulni. Akkor viszont be kell készítened megfelelő szerszámokat, és van ugye ez a nagyon klasszikus szerszámos láda, ez a két, erővágon. Amit egyetlen mozdulat a szétúszítni, és akkor ugye van olyan otthon. Abba rakja a különböző célszerszámokat, eszközöket, amiket, hogyha kinyitsz, ne legyen, mert ez semmi, amivel vízvezetéket lehet szerelni, viszont bármi más. Csak egy írdatlan. Így van. Melyik csaprosz, Viki? Az a van, és egy három árul. Jobbra balra nyeklik, nyaklik a fejét. Viki elfordít, csak ezt. Mi volt? Mi az, amit beindított? Mi semmi, és visszarakom a ládába. Így van. Dugulást elhárítani nem tudok, de előidézni. Igen. Ez nem csőgörény, ez egészen. Figyelj, ez jó. Valami tetszik tényleg mindenkinek. Bár nekem a gyontatás tetszik a legjobb. Igen? Hát, igen. Jöjjön. Jel hozzám, lányom. Voltak-e bűnös gondolatai ilyen héten? Úgy érzem, vétkezett lányom. De akkor mi magadra csuknád a WC ajtót, és akkor azon keresztül kellene, hogy... Igen, ez kicsit nyomorult, hogy egy sámli leülök a WC egyik oldalára, a Vikül a WC ajtó másik oldalán, ülünk és vallunk egymásnak. Tehát az nem biztos, hogy jó. Te mi lennél? Vagy te minek öltöznél, ha mondjuk ezen akarnál dobni? Nekem ez a csillagok háborúja, ez rettenetesen bejön. Tehát ez amikor például rajtőtök a lázadókon, mint rohamosztak. Az menő. Azt nekem az menő. Tetszik. Ez menő. Mi lenne, ha Charlie a majom lennék? Ebből a majom ugye már részben teljesül, tehát hogy már csak Charlie-nak kell hívnom magam. És akkor a legnagyobb riválisat lépne félre a Viki? Tessék? Akkor benne lenne az is, hogy a legnagyobb És ebben egy ilyen tantrikus együttlét, hogy a legnagyobb riválissal lépne félre. Én na, de te lennél a
te lennél Charlie. De az a baj, hogy ennek már megint egy nagyon rossz üzenete van, mert de akkor Charlie a majom megkapja Balázs feleségét. Hát ez az, hogy ráadásul még ez is. Még itt is, még ezt is el kell venned, te szemét. Megvan, egyszerre, kétszerre meg játsszuk el. Hirtelen hát ülök, az, a sarokba, ülök a sarokba, oda szaladok, leülök a sarokba, és közben éleszek Charlie a majom, aki viszont hát elrabolja Balázs feleségét, és egy kettős személyiséget játsszuk el a szobában. Most nem akarom bajba keverni a Vikit, de mi lenne, ha ő lenne Charlie? Mert hogyha miért viszont Charlie-t elkapod, Charlie? Akkor gyakorlatilag ez ugye... Ez az. Így van, az állatvilágban is azért van, megvan, hogy egyik hím például ráfonyolodik a másikra, megvan, hogy jelezze neki, hogy ki van feljebb a ranglistán. Megvan. Ezt el kell kapnod Charlie-t. Charlie a majom az utolsó egy évben megkeserítette az életünket, amikor ment a Balázs. Na jó, az utolsó fél évben. Lenyomott nézettségben. Viki lesz Charlie a majom, és én megbüntetem Charlie ennyi a majmat. Nagyon jó. És visszaadok neki mindent, ahogy mit okozott az utolsó fél évben. Zseniális. Mert miatt a szűn meg a Balázs. Ezt kell csinálni. Vegyük át Viki szövegét. Mak, 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 mak. Makkot akarsz? Fél éven keresztül kacsorítottad meg az életemet. Ez akár 1200 sók is lehetett volna, te rohadék. Úttól érhettem volna Mónikát. Így van, azt mindenki Mónikát emlegeti. Mónika, Mónika, mindig ezt hallgatom. Aztán kaplak te büdös majom. Ez jó. Te és kis ezzel... mohó szápiás. És ezzel az egész frusztrációmat ki ki szeretkezem magamban. Hát ez seriális. Mostkor mikor kerül? Gábor! Tiéd a Lajos. Jó. A neurológikus pontokat hétvégén kiszedjük magunkból. Na de jó ez, figyeljük, egyébként kíváncsi lennék valójában Magyarországon mindenki őszintén kellene, hogy válaszoljon erre, hányan csinálják? Szerintem biztos, hogy sokan, nem? Csak erről az ember nem nagyon beszél maximum baráti körben, de többen, mint amennyien mi azt gondolnánk. Tehát szerintem megdöbbentő dolgokat tudnánk meg, ha mindenki őszintén elmondaná, hogy mit csinál a állószobájában. Hát nem? Szerintem meg igen, viszonylag unalmas szexuális életet élünk. Igen? Hát szerintem azért annyira, tehát ilyen... De, igen, le, igaz. Már még igaz. Bent? Körbenéztél? Ránk gondolt? Igaz, Zsül. Egyébként nem, valóban inkább ez, tényleg. Oda most kell mondod... figyelni a másiknak a jelzéseit. Tehát, hogyha azt látod, hogy mit tudom én, például valamilyen a Diótörő című balett fantáziát, ilyen, hogy hívják, kigúvadó szemekkel, hogy elismerő tekintettel, meg mely jegyzésekkel nézi a feleséged, hát akkor nyilván valahol azt szeretné, hogyha megjelennél ilyen jó kis tökös spandex tuczban, és piruetteznél, így bejönnél így a szobába, érted, csinálnál mérlegálást, utána pedig tennéd a dolgot. Lehet, hogy ezekre oda kell figyelni, ezekre a jelzésekre, és akkor ennek megfelelően kell felöltözködni. Nekem van olyan futó cuccom, ami nagyon hasonlít egy balettosnak. Én imádnám, ha egyszerűen betáncolni. De ha már ilyenekhez folyamatos szerepjáték, az már nem azt jelenti, hogy már valamit ki kell találnod, hogy a dolog még működjön? Szerintem meg tökre nem erről. Nem erről szól? Hát figyelj ide, tehát az első 5 évben, ahol éred, nem? Ennyi. Igen. Akkor utána jönnek a gyerekek, és akkor kezdetek elfáradni, mert egyszerűen kimerültek vagytok. És onnantól kezdve kell valami spiritus. Néha. Nem, ez nem arról van, nem arról van szó, hogy minden este valami atomvillanásnak kell történnie, hanem azért néha-néha legyen ünnep az az együttlét, és legyen alkalom, és legyen valami plusz benne. Ez nem arról szó, hogy nekem minden este fel kell öltöznöm Harry Potternek, meg Jabának, meg mit tudom én. Mert ezekből már eleged van. Mert már van. hanem legyen rá alkalom. Tehát, hogy akkor az úgy legyen egy ünnep. És honnan szerzed be a szetet? Itt is működnek kölcsönzők, és elmész, és fapofával kikölcsönzöd? Hát figyelj, kimész a kínaira, bocsánat, de itt egyébként itt van a vietnámi piac, és van egy csomó fehér nevű város. Ez két különböző nép. Egymás mellett vannak ugyan majd. Bocsánat, és ott van egy csomó fehér nemű árus, ahol komplett szetteket tudsz megvásárolni. Tehát ott van nővérkeszett. Aha, meg ez elég jól tudom. Jól hangzik. És ott van komplett szett, hogy nővérkeszett, orvosszett. Igen, és akkor kapsz hozzá ilyen kis fityulát, meg ilyen kis ruhácskát, meg kis fehér bugyit. Komolyan? Így van. Igen. És tudsz venni Dumbledore-t is. Felmegyek a gyerekhez, elveszem az orvosos készletét. Figyelj, nagyon vágott te ezt, Juli. Tehát, hogy ez szerintem az összes kölcsönzőben ilyen 10%-os családi kedvezményed van. Van kuponom minden. Műtöttél is már? Mit? Műtöttél is már? Nem. Jaj, de csúnya szűkület. Kicsit. A doktor néni majd megcsinálja. Na jó, de érdekes. De hogy ezt kutatják a hülye britek, nem? Hogy mi történik egy ruhakölcsönzőn belül? Szerintem egyébként azért is nagyon jó ez a módszer, mert ilyenkor tényleg nem gondolkodsz el azon, hogyha mondjuk felmész egy ilyen jellegű oldal, és azt látod, hogy mondjuk a profik beöltözködnek, egy profit meg lehet rendelni, valahogy elébe mész a dolgokra, mert érted? Hát nyilván annak jobban örül a feleséget, hogyha mondjuk őt öltözteted be, és nem megrendeled Dorothy Black-et teljes mellett felszerelésben, érted? Igen. Egy születésnapra. Úgyhogy tehát, hogyha az a profin fölkészülsz, és te mész utána? Persze, miért ne?
Az erdő az más, az odú az ugyanaz. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. De a gyerekek, hogy tud eltűnni, mondjátok meg nekem, 500-nál is több malac? Egy kónyi sertéstelepről. Többenetes az eset, akarok róla két mondatot beszélni. De egyszerre tűntek el, vagy mondjuk, ha egész télen, akkor megértem, hogy a lakosság egyesével levágta őket. Egyszerre. Egy sem maradt? Egy sem maradt, a rendőrség basszus nyomoz, a tulajdonos 10 millió forintot meghaladó kár érte. Egyelőre mindenki számára rejtély, hogy tudták a több száz disznót észrevétlenül eltüntetni. Volt biztonsági kamera, dolgozott éjjeli őr, nappal mindig felügyel valaki az állatokra, a helybeliek semmit nem láttak, de senki nem érti, hogy a több száz disznó hogy tűnt el észrevétlenül. 500 disznó, most gondold el, ez nem arról van szó, hogy 500-ból hiányzik kettő, és bújtatott hátul az olban valahol Kóny környékén. Eltűnt 500 darab. Voltak, azóta nincs meg. Voltak előtte fura légköri jelenségek? Gömbvillám, vagy egy vastag fénynyaláb az égből? Volt-e arrafelé Edda koncert? Tényleg. De ez micsoda? Tehát ez egy varázslat a disznóban? Vagy mi történik? Tehát 500 disznó nem úgy van, hogy kihajtod őket, és föltereled őket egy ilyen platós bifára, és szépen elmasíroztatod őket. Tehát senkinek nem tűnt föl. Kiment a rendőrség, visszanézték a felvételeket, a kamerát, semmi nem látszik. Tehát nincs mozgás. Visszatekerték a 12 órát, nincs mozgás, és nincs meg 500 malac. De hogy nincs mozgás? Hát hogy valamiféle folytonosságnak kell lenni abban a felvételben. Na, tehát olyan benne. Nincs, hogy egyik pillanatban ott van 500 malac, a másik pillanatban meg... Ha! Figyeltem! De a malacokat nem láttak. Hallod? Hol vannak a malacok? Szaladj már be az olbamat! És nincs sehol. A malacokat nem nézte a kamera, hanem valószínűleg az épületet nézte kívülről. Mi a fölötte lévő légteret, pásztázta. Mert onnan várták a támadást a malacok. Tehát az kellett volna, hogy látszódjon a felvételen, hogy odatollott egy ilyen kamion, lenyitják a hátulját, és az 500 cocát fölterelik. Fölmegy, bezerelin. De ez nincs. Alagút? Kiásták magukat. Nem lehet, hogy aláástak az olnak? De nem lehet, hogy a malacok ásták ki magukat? Egyébként kalapáccsal. Igen. Elkezdtek makután turkálni a kis nóziukkal? Na de ha mondjuk apró részletekben lopták el a malacokat. Igen? Aha. Már hogy értve az apró? Hát több farkacsülke, a lábát, igen, a fark, a pofáját, hogy elvitték tízesével. Akkor is ugye kellett fordulnod 50-szer, hogy elvigyél 10 malacot. Tehát ki tud ellopni 500 malacot? Úgyhogy senkinek nem tűnik, hogy kihajtják akkor őket. Akkor csak két kör volt. Kétszer-kétszer. Igen. Kihajtják őket valahova, és mindig lecsippentenek 10-et? Hát ki a fene tud elvinni ennyi malacot? Hogy viszel el 500 malacot? Állítólag a falubéliek már panaszkodtak arra, hogy nagy bűz terjeng, de nem találták sehol a malacokat. De tehát a bűz érzik, de nincs meg a malac. De onnan jött a bűz, ahol eddig laktak, vagy ezek szerint akkor a falubéli lopta. Nem tudják lokalizálni a helyet. Csak érzik a malacot. Csak mindenhonnan jön a bűz. Igen, de malacok nincsenek sehol. Hát akkor lehet, hogy minden egyes házában van egy malac. Tehát 500 kónyi lopott el, és mindenki egyet lopott el? És összebeszéltek? Hát mert ha nem tudod azonosítani a szagot, akkor nyilván az egész faluban van. Nyilván nem ők lopták el, hanem náluk rejtegetik. És hol nem keresi az ember? Ott, ahol kézenfekvő. Nem megy hátra az olva sajátjába megnézni, hogy van-e ott egy malac. De hogy bekopognak hozzád, hogy jó napot kívánok. Nem, hátulról. De hogy vadon úr maga rejtsen el egy malacot, ugye hogy? Lehet, hogy úgy rejtették el, hogy ők nem is tudnak róla. Tehát lehet, hogy az 500 malac kitalált, hogy azt mondták, hogy srácok, tréfáljuk meg a kónyiakat, és mind az 500, 500 felé szaladt, és elbújtak. És a malacok minden, nagyon intelligensek. És mindenhol bújik egy malac. És te nem is tudod, hogy tartasz malacot, és kinéz, és ott van a kertedben egy. És hát a szomszédnál is még egy. Ugye van mondjuk kettő, igen? Tart otthon, amellett egy harmadik, az már ugye, az ugye elsinka. Tehát mögé azt nem kell fel se tűnik. Igen. Ugye összeállnak, és ha egy irányból nézed, nem látszik. De akinél nincs malac, na ott hova bújt el a malac? De mi van, ha akkor ez az 500 malac intelligens, és ők rejtőzködnek a faluban? Az egyik két lábra áll, fölvesz egy postás sapkát. Igen. Fölül egy bringára elkezdtek erni. És a konyak nem látják, hogy igazából az 500 malat nem csinál más, mint vegyül. Aha. Ott van közöttük. Az egyik beáll csaposnak, a másik kiszórja a postaládába az újságot, a harmadik beállt a közérbe. És nem tudják a konyak, hogy az 500 malat ott van közöttük. Az egyik elment csatornát tisztítani, a negyedik kihúzza a kukákat az utcára. Az ötödik meghúzza a harangot délben. Az ötödik meghúzza a harangot. És az 500 malat ez egyszer csak két lábra állt, és azt mondta, hogy bebizonyítjuk, intelligensek vagyunk. És ott élnek a kónyiak között. Az egyik rendőrruhában van, a másik műtött a helyi rendelőben állatorvosként. Nem lehet? A rejtőzködő malacok. Kónyiak, van-e közöttetek új ember?
akit eddig nem ismertetek, és most tényleg ott áll a kocsmapultnál. Ugye? Így van. Ki az, aki a helyi kocsmában eltolja magát a csülkös babot, és inkább málét kér? De nem jó, várja, akkor ez mondja, a kocsma nem jó. Hozzanak egy jó málét neki. A kocsma nem jó, mert a részek disznó, az más. De hogy valami komoly a pozícióba. Van-e új ember Kónyon? Mit tudom, a kónyi polgármesteri hivatalban ott van a jegyző, aki egy malac most. Vagy? És ott ül, és fura módon sokat változok. És kis öltönybe, kis nyakkendőbe ott ül, és üti a gépet. Józsi, olyan furcsa vagy. Igen. Pistám, hova tetted a határidő bélyegzőt? Nem láttanak? Jó, jó, nem kartlakza van. Figyeljetek, én most találtam két 25-30 kiló körüli ártánt, és egy emsét oltva, félretelenítve. 34-ért. Ahogy így elnézem őket egyébként... Várj, a az egész, vagy darabja 34? Szerint figyelj, kettesével adják őket, tehát az emse és az ártány így félretelenítve, együtt 34 ezer forint, és ahogy így elnézem őket, nem dagadtak, mint az állat, dagadt, hanem olyan szépen tápláltak. De most, ha tényleg pillanatra komolyra fordítjuk, ki tud ellopni 500 darab malacot, akár részleteiben? Hogy nem tűnik az föl senkinek? Mi mekkora lehetett a felismerés, mikor eltűnt 10, még nem hiányzik. Érted. Eltűnt 20. Még mindig benne van 30, azt hiszed az 500, mert nem látsz rá. Már számolt már meg, hogy hányan vannak. Megszámoltam, egy sincs. Számolnánk, hogy 500 vagy 499, kiítod az olt, és már mikor mész oda, akkor nincs ott senki. Senki nincs ott, és eltűnt 500 malac. Vagy nagyon messze állnak, vagy ellopták az összeset. És hallod a hangot, tudod, jönnek, mennek, tapossák egymást, esztek, és tök csönd. Hívd fel a tulajt, mondd meg neki, hogy főnök. Egy pici baj. Főnök. Micsoda, férgesek? Nem, eltűnt. Eltűnt 500 malac. Mi történik ott konyban? Hát, de szerintem egyébként ezt korábban kellett észlelnünk, azért 500 malacnak van hangja. Tehát amikor 500-an röfögnek egyszerre, még ha csak, mit tudom én, egy alvás köz, azért ott van egy folyamatos alapzaj. Tehát, hogy ott van egy atmoszféra. Tehát reggel, amikor bemész a telepre, vagy amikor mondjuk a biztonsági őr tesz egy kört esténként, nyilván tesz. A szolgálati kutyájával időnként nyilván körbe megy. Hát jó, de ha őt azt hallott, hogy csönd van, még gondoltad arra, hogy jól van, békésen alszanak? Hát persze. Hogy megaludtak? Hát nem hallott, hogy csönd van? Hát az itt nem alszanak. Nem hallottak hát csöndet? Hát olyan csendes volt. Hát olyan csönd volt, nem hallottam én semmit. És ha benne van a biztonsági őr is, és egyesével ő vitte ki a malacokat. Hát... Kikísérte? Úgy csinált, mint hogy az lenne a szolgálati kutya. Na figyelj, pont ezt akartam mondani, hogy két állat találja meg például. Modri, gyere már! A szarvasgombát két állat találja meg, a kutya? Mert a malac, tehát az őrkutya és az őrmalac között nincs különbség. Itt van Brian, aki egy kónyi benzinkúton dolgozik, és azt mondja, hogy nincs új kollégája. Hívjuk fel, hogy nem látott-e valami gyanúsat Kónyban. Igen. Hogy tankoltak-e malacok a kútnál egy 1002-esbe? Nem volt olyan, hogy valaha, igen. Nem volt olyan, hogy négy malac megtankolt egy 1002-est, kért egy ablaktisztítást, ablakmosó folyadékot, beültek, Gangsta Zolit hallgattak, és elindult a 2107. És elindult négy malac. Biztos feltűnt volna, nem? És azt mondta, hogy úristen, mintha láttam volna egy 1002-essel négy malacot. Hülye vagy, hogy láttál már volna, inkább mit tudom én. Menjél és segíts tankolni. És az ő is legyintett, hogy ezt nem láthattam. Meg látnék négy malacot tankolni egy 1002-esbe, én csak mondom, hogy hát, valami gyors, baj van velem. Igen. Ezért segítetek. Tele lesz. Tehát, hogy nem. Azért az csak feltűnik. Ez biztos, hogy feltűnik. Patakinak lakodalma lesz, ott kell keresni a malacokat. Igen, nekinek ellopatta az UFO barátaival. Bizony. Így egy hallgató. Így a Pataki meglovasította őket? Hát lehet, hogy egyébként. Lehet, hogy szólt a haveroknak tényleg, és megpatintották. Igen. És neki lesz egy titkos esküvője, csak címlapon volt egy bulvárlabat, nem tudom, mitől titkos. Kónyi állomásfőnök vagyok, most vette 500 dagi csaj jegyet Budapestre. Belézted? Tehát az 500 malac fölült a vonatra? Igen. Ez is elképzelhető. De aha, azt mondták, osztály kirándulás, és fölültek a vonatra. Nem lesz most akkor valahol... Akkor vannak. Ez igaz. Közös tornázás a Norbina. Norbi, lehet, nem hogy odaindultam. Nem volt fura. De volt egy fura 500 kinézeti, nagyon fura. Brian, hello Brian, jó reggel. Jó reggel kívánok, jó reggel ki Brian vagyok, a Kónyi benzinkútról. Kónyi benzinkútról. Na, hello Brian. Na. Először is van egy szarszag. Hát jelentem, hogy nincs új kollégám, szóval szerintem ez egy téves. Figyelj, nem láttál tényleg egy 1002-es ladát megtankolni négy disznó által, akik utána beültek és tovább hajtottak? Nem, hát sokszor úgy ritka egy jármű, erre felénk nem igazolhatnának már ladát.
de ez is platós autót, annál többen. Aha. Azon sem volt malac. Aha. És nem volt ilyen, hogy bejöttek, és akkor mit tudom, mindannyian balonkabátba voltak, a mondjuk az orrukra húzott sapkába, és a visszapillantón két cső kukorica lógott? Hát nem hiszem, hogy volt ilyen túltömöltség az autóval, szóval semmi plusz személyeket nem láttam. Olyan se volt, hogy egy sertésszállító kamionban a saját társait elárulva vittek 100 malacot ki, és két malac vezetett? A két oldást tudod? Éppen nem, de egy ilyen sertésszállító az jár, de szerintem az legálisan csinálja. Hallom. Mert ha a sertésszállítót viszont két malac vezeti, akkor két malac a bűnös, és eladta eladta a társait. Ne legyen már gonosz, csak szöktettek. Ja, értem, hogy oda fogok erre figyelni, megígérem. Úgyhogy ha lehet valami, akkor biztos jelentkezni fogok. De egyébként, ha komolyra fordítva, hallottad a sztorit? Tehát ott konyban ez beszél téma, hogy bejön valaki a benzinkúta, adja egy presszót, és hallottad a balacokat? Tehát van ilyen? Hallottad ezt? Persze, csak ez rá válasz. Igen, igen, de egyébként volt róla szó. Volt róla szó. Persze, mindenki érdekesen át a témához, szóval az inkább vicces. Na jól van, hát valahogy le kéne követni azt a szagot, nem? De azt hogy tudod? Hallod, ebben én nem megyek bele. Ezt azért én nem nagyon bírom. Tényleg, nem leszel nekünk, Brian, egy ilyen helyi szakkövetünk, hogy ott elindulsz az orroddal szimatolva előre, és amerre érzed a szagot, mész arra, és hát ha eljutsz a forráshoz. Figyelj, ne, Brian, ne legyél kis, együtt megcsináljuk, nincsen valahol a régi cuccait között. Jó, gyertek, főzünk egy jó malacot, aztán megjövetjük a szagot. Régi cuccait között nincsen valahol egy makkos cipő. Hát ha Csalina. Kivész és steppelsz ott a betonon, hát ha oda jönnek. Nem tudom, alacok. Ja, úgy is lehet, aztán beállnának mellém, és meg is lennének. Mi újság a Kónyi benzinkúton? Minden oké? Okay? Minden oké, itt várnak pont a vevők, igen, a másik Dudától. De hát az meg kitérnek. Úgyhogy lassan mennem kéne. Nem malacok? Nem malacok. Jó, kérdez meg. Aha, beszél? Van hangja? Beszél. Van hangja, beszél. Aha. Igen. Jól van. Igen. Nem kell tényleg. Oké, Brian, menjél. Jó munkát teket. Ciao. Köszönöm szépen, szép napot. Hello, Brian, hello. Jó, benzinkút kilőve, mi lehet a következő? Nem, neki azért le kell figyelni. Tehát továbbra is vannak azért ott gyanús jelek. Tehát ha valaki nem azt mondja, hogy a 95-ösből tele, hanem mondjuk csak rámutat a csülkével, akkor ott azért... Igen, ha nem beszél. Mi van, ha tömeges öngyilkosságot követtek el? Az is lehet, a hentes alá. Mondod? Igen. A Kónyi hentes jelentkezzen, hogy megnövekedett-e a sertés, nem tudom, a tarja állomány. Igen. Na jó van, gyerekek, mindenki keressen maga körül gyanús disznót, jó? Ha láttok valamit, szóljatok. Ez érdekes a helyzet egyébként, tényleg, hogy a biztonsági kamerák semmit nem látnak, de közben eltűnik. Mi ez a mennyiség, ami felett már gyanakodjanak? Hát én mondjuk már egynél is a kertemben látok egy malacot. Hát én meglepődnél, nem? Nagyon meglepődnél. Japán cseresznye, takarodszon! Hozzányúlna a körtefához. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Csipendél fiú szórakoztatta az idős otthon lakóit, akik nagyon élvezték a Pajzán műsort. Az egyik 85 éves néni fia azonban megtalálta a bulin készült képeket, és perli az otthont, hogy ahogy kevésbé olvasott hallgató mondaná, vagy Jani, mert ugye nem tud angolul, a longizlandi idős otthonban Atya úristen, talált egy fotót. Nem úgy kell mondani. A hideg országban. Igen. Szóval egy Long Island idős otthonban talált egy fotót a 85 éves anyjáról, ez a férfi, aki egy bulin éppen pénzt tömköd a fiatal férfi stripper alsó nadrágjába. Imádom, ez nagyon jó. És szerintem ez jó. Szerintem szenzációs. A férfi beperli az otthont, mert keményen dolgozó, tisztességes baptista anyja tisztátalanná vált a tánctól. Ezt a cikket egyébként a New York Post hozta le, nem is olyan régen. Hogy döntse már el a mama azt, igen, hogy a mama menekült sikítva, ezért csippendél fiú nem, elől. Nem. A fotón több minden látszik, maga a kép azért nagyon érdekes. Tehát egyrészt rózsafűzérek, keresztek lógnak a falon, de nem is ezzel van a baj. A mama egy szál Halloweenbe tömködi az egyébként ilyen Berki Krisztián felsőtestű csippendél alsógatyájába a dollárt, az egy dolláros, vagy az öt dolláros. Viszont ajánlom figyelmetekbe a képet hátul. A mama és a csippendél fiú mögött fekszik valaki egy oxigén maszkal a fején szinte, keresztbe tett kézzel, 45 fokban megdöntött ágyon. Hát őt is betolták a bulira. Őt is betolták a bulira. És így, ahol ott valaki fekszik, valaki ül, zajlik a szórakoztatás, ahol a mama egyébként megvilágosodott állapotban tömködi a pénzt a csippendél fiú alsógatyájába. Meglepő rutinnal. Meglepő rutinnal egyébként. Egyébként ez? Figyelj, ez nem hogy úgy néz ki, mint a Berkli Krisztián, ez nem a Berkli Krisztián. De egyébként tényleg hasonlít. Egy az egybe. De várja, ha most én ott lakom, mint idős ember, meg igen? Ott lakosz te is, meg ott laksz te is. Ott lakunk három-négy idős otthonban. Tök jó. És mondjuk a Ferin van a maszk már.
Legyen így. Jó, jó, persze. És a Feri már csak arra, hogy hívjadok Csippendét. Hívunk hárman Csippendét. Nem tehetjük meg az idős otthonban, ha belemegy. Igen. Ha belementek mind a hárman, hát dehogy nem, megtehetjük és hívunk Csippendélt. Vagy mondjuk csajokat hívjunk inkább, nem? Igen, azt akartam, hogy rajtam ugyan maszk van, de én tiltakozom a Csippendél ellen. Legyenek csajok. Igen, inkább a Mészáros Dóri, mint a Berki Krisztián. Na most, ha mi hárman ott lakunk, és arról készül fotó, hát akkor kit érdekel, hogy majd a te gyereked, vagy a Virág, vagy a Soma, vagy a Beni majd beperli az idős otthont, ha mi ezt a bulit akar? Hát persze, nem? Utolsó jó bulink. Hát, miért akarják ezt tőlünk elvenni? Nem? Így van. Én azt gondolom tényleg, hogy a mama hagyd döntse már el, hogy mivel múlhatja az időt. De most komoly. Nagyon hát, jó hogyha őt, ha őt ezt szórakoztatja, vagy ezt hozza hangulatba, vagy ezt tartja meg az ő egészségét olyan állapotban, hogy még jövőre is tudja hívni srácokat, meg két év múlva, meg három évvel, hát akkor hadd csinálja már. Na most arra emlékeztek, amikor a nagymamátoktól kaptatok pénzt gyermekkorban? Hogy mit mondott a nagyi? Hogy milyen sztereotíp dolgokat mondott a nagyi? Aranyom, ebből vegyél valami. Emlékeztek-e, kaptatok valamit? Aztán kotonra is külcsi. Hát ez mondtál, nagyon érdekes. Nekem azt mondta, hogy vegyek valami édességet. Igen, igen, vagy tedd el, spórolj a biciklire. Vagy spórolj a bringára, igen. Ne idd el, mit az apád. Tehát itt vajon a nagyi egyébként mit mondott? Tudta ő, hogy egy Csippendél fiúnak adja, vagy azt gondolta, hogy valamelyik unokája kigyúrta magát? Vegyél valami édeset! Drága unokám! Nem, nagyikám, ez nem az unoka, hogy egy Csippendél fiú. Tehát a nagyi vajon milyen kísérő dumával attól? De megnőttél alul felül. Amikor még én fürdettelek, olyan kis aranyos kukacod volt. Most ugye? Meg fél nap alatt se végeznék a negyed évvel. Na, azért meg fogom változott-e valamit. Nézd már, milyen fickós vagy. Szóval, hogy érted, lehet, hogy most is hasonlóan adtát a nagyi, mint annó régen, hát, amikor mi a nagyinktól kaptunk egy kis aprót a húsvéti locsolás után, nem? Neked bedobta az alsógatyát. De ne a hajamra locsold ezt a szart, hanem ide a nyakamra. Ne a mellem. Spriccelje mellem. Már nem én a húsvéti locsolásomra. Hát mi is. Szóval, hogy érted, hogy vagy a nagyi azt mondta, hogy bugyipénz? Bugyipénz. Mert ugye hát te bugyit raksz egy csajnak a bugyjába, az a bugyipénz. Ha elmész, mármint ezt pénzt rakok a bugyjába. Én bugyit soha nem raktam bugyjába. Én mindig igyekeztem megszabadítani, nem pedig még egy bugyival ellátni. Én mindig elvittem a Viki bugyjaiból egyet, és oda azt még vett föl, meg még ezt. És itt van ez a bunda is, és ez a gumicsizma. Az usátát se felejtsd el. Hú, te szexi vagy. Szóval azt mondta, hogy bugyipénz? Igen. És odaadta neki a dollárt? Vagy azt mondta, hogy tényleg vegyél valami édeset a gyereknek, mert hogy nem tudta, hogy... Ne, vegyél ruhát, hogy meg nem fázol. Felaranyom, hát megfázol, így nem fűtjenek itt az idősek otthonában. Figyelj, szerintem ezek a nagyik szenzációsak. Tök jó arcok. Tényleg jár neki? Miért ne járhatna nekik most? Ez a fiú mind van felháborodva egyébként, hogy a nagymamája még lehet, hogy utoljára egy kicsit jól érezte magát. Egyébként az NBC-nek az otthon ügyvédje, mert az otthonnak van ügyvédje, azt mondta, hogy maguk a lakók kérték, hadd hívjanak striptease táncosokat, és a bizottság szavazott, hogy ezt megtehessék. Tehát ezt a lakók kérték. Uh-huh. Tök jó. Itt van velünk Tomi Boy, aki ugye Csipendél volt, és arról kérdezzük, hogy vannak-e hasonló élményei, vagy ő esetleg járt-e már idősek otthonában. Hello Tomi Boy, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt, sziasztok. Na, ugye te egykoron Csipendélként mulattad az időt, és kerested a pénzt, ugye? Igen, pontosan, jól mondod. Kerested a szőrtelenítésre való. Mennyi ideig csináltad? Egy olyan 15-17 évet legalább. Az igen. Hát akkor abban neked beleesett egy ivarérés is. Akár az is voltam, mert adatlan tízeket is voltam, millió-millió szituációval igazándiból, szóval egyszerűen brutális, hogy milyen helyeken fordítom. Na, egyet-kettőt ragadjunk ki, például hasonlóan az amerikai Csippendés, ez például idősek otthonában voltál? Vagy volt úgy, hogy 70-80 éves kis mamáknak kellett táncolni? Hát ha nem is idősek otthonában, de voltam olyan szituációban, hogy inkább az idősebb olyan 60-70 körüli hölgyekhez csapottam be egyszer, de az volt benne a legfurcsább, hogy egy nagyon-nagyon nagy szobának a közepén körbeültek engem, és én a kör közepén csináltam a műsort, és a pláne az, hogy annyira felspanolták egymást a hölgyek, ezt hihetetlen komolyan mondom, hogyha ha ilyet valaki nekem mesél, sem hiszem, hogy úgy próbáltak jól letépni a ruhákat, hogy az már komolyan mondom, hogy az brutális volt, és körnek a közepéről, várjátok, a körnek a közepéről, pedig kimenekültem be a fürdőszobába, de akkor már alig volt rajtam egy pár ilyen letakított ruhadarab, és szó szerint, és halálkom olyan, fogtam a bajtot a fürdőnek a
a belsőből, és tartottam, és őben be akartak jönni, hogy hadd nézzék meg a micsodámat szóval. Ja, én meg tartottam az ajtót, hát jó, hát ez a műsor is most nem teljesen erről szó, mert köztudott, hogy azért nem szoktuk megmutatni azt a bizonyos dolgot, hanem azt kitakarva szoftosan exkluzívan megoldjuk. Egyébként most mi a menő? Tehát, hogy ugye régen mindig ez a nagyon elcsépelt rendőr, meg katona, meg ezek a dögunalmas ilyen szerepjátékok, amiből aztán ugye megérkeztél Mesztelerre, vagy majdnem Mesztelerre. De most mi megy? Tehát miért nincs olyan egy pókember, vagy egy nem rossz, vagy egy szupermen, vagy bármi? Vannak ilyen akcióhős figurák, teljesen, abszolút, tehát ezek menők, ezek folyamatosan, ezek ilyen klasszikus slágerek most is, tehát ezek vannak, és léteznek. Általában azt mondom, hogy az uniformista, azt mindig imádják a hölgyek. Tehát ahogy megjelenik egy rendőrruhában, vagy akár egy Superman ruhában, vagy valami ilyesmi uniformisban, akkor azt nem tudom, miért, de elolvadnak érte, bárhol is legyenek. Azért érted. Jó napot, hölgyeim, megjött a katasztrófa védelm is. Egy jó napos, igen. Figyelj, és ilyenkor pénzt is raknak az alsógatyádba egyébként? Ahogy ez inkább olyan Nike-lubos történet, és ha ott történik ilyen csippendél, és jó, az inkább oda jellemző. Nem nagyon szokott. Mondjuk volt már, hogy vittem srácokat, és kaptak valami kis borravalót, vagy valamit tudostak ott a hölgyek, de nem annyira jellemző. Aha, tehát ez... Meg hát itt van egy ilyen kicsit egy ilyen unokám, nagymama vonal, hogy egy tábla csoki. Magára kincsem. De volt olyan is, hogy direkt egy ilyen idősebb emberformát kértek, viszont nagyon fiatal lányok. Tehát volt, hogy vittem egy srácot egy buliba, egy lánybúcsúba, és egy ilyen idősebb formát kértek, hogy el legyen maszkírozva, maszkal, meg olyan ruhába szól. Annyira változó a paletta, hogy ellenkezésnek komolyan mondom. Hogy idősebb embert kértek? Nem, úgy érte, hogy tehát egy ilyen idősebb állat legyen, idősebb legyen, botta beöltözve, nem tudom, volt valami aberrációjuk, nem tudom, de ilyet kértek. Még én azért azt hallottam, hogy a csippendéleknél kevesebb pasi tud többet csajozni, tehát hogy azért jó a buli, akkor egy-két nagyon lelkes ügynök azért ott marad utána a buli után, tehát ott azért lehet aratni. Hát erről megmondom össze, hogy erről egyszer szerettem volna egy könyvet írni, mert ez durva? Tényleg? Ez nagyon. Ez olyan durva, hogy ezt el se hinnétek, komolyan mondom. Jaj. Csak a Szalai Vivien nem ért rá. De mi, hogy ott maradsz, vagy hogy ott felajzott nők sikítoznak, és onnan tényleg bárkit? Vagy mennyivel durvább, mint amikor egy nő megy el táncolni, és ott van mondjuk 10 állat pasi? Na, szóval azt el tudni alapjaiban véve, hogy egy nő megy ilyen szituációban a férfiak közé, akkor a férfiak akármennyire nagy szájnak, akármennyire be vannak rúgva, vagy maximál, bocsánat, soha nem léptek át egy határ. Nem léptek át egy határ, tényleg, komolyan mondom, nem tudom, hogy ez miért van, viszont fordítva, a nők azok mindig is azt hiszik, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, ez való benne van a vérükbe. És ha már nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ők szeretnének, akkor már ott felháborodás van, kellemetlenség, meg ilyenek. Szóval ott szó szerint olyan, mint hogyha kivinnénk egy nagyon-nagyon éhes emberek közé egy darab grill csirkét, és az asztalra közé leraknánk, és ott aztán rárohamoznak egy széjjel tépik darabokra. Szóval általában így néz ki egy ilyen kipendel show. Ki van fizetve, a miénk. Tehát, hogy a csajok durvábban nyomják egyébként. Ezt képzelem, öt sikoltozó őrjöngő nőnél, tehát az tényleg sokkal durvább lehet fellépni, nem? Igen, de igen, és de ott azt is hiszik, és azt is gondolják a hölgyek, hogy itt biztos, hogy nem csak arról lesz szó, de tényleg olyan 89%-ban, hogy itt csak vetkőzés, hanem ott már akkor ott biztos több is. Meg hát akkor jön az utolsó alkalom, hogyha lánybúcsúról van szó, hát a kis hölgyemény, hát akkor hát még utoljára akkor lehet, hogy még akkor félre léphetek, mielőtt még összenem. Na, változó. Tényleg van ilyen? Most nem kell konkrétan, de volt, hogy a leánybúcsús csaj előtte az esküvő, mint tudom én, 2 nap múlva, és azt mondta, hogy hát akkor most még hadd szóljon is egy csipendéles fiúval, igen? Persze, ez majd, hogy nem alap, és most sokan hallják, de ez a helyzet. Ez komolyan? A helyzet. Tényleg. És a csipendél fiú meg azt mondja, hogy hát akkor teljesítjük, amit teljesíteni kell, nem? Hát,
egy feladatának érdi ezt a dolgot, inkább így fogalmazok. Hát a kötelességét végzi, tehát hogy érted? Istenem, tehát tényleg bárhogy csaljanak meg, csak ne egy csípendéles fiúval. Nem Tomi, nem azért, mert veled van baj, hanem mert tényleg elmész, azt hiszed, hogy a leendő feleséged még bulizik egy jót, nem, jön egy ilyen tarzanos tangában ugráló izomkolosszus, érted? És hogyha elkapja a leendő feleségedet egy fürdőszobába, egy mosógépre támasztva. Ha egy zakót akarsz varrasztani, akkor azt a Szabóhoz viszed, érted? A profikra kell bízni. bárki, csak ne a csippendéres fiú. De nem így van? Miközben nem, azt szokták itt elrontani, a lányokban, bocsánat, és szólok is most ezután nekik, hogy ne fotózzam, hogy ne videózzanak, mert hát abban sok minden kiderül. Azt hinni az ember, hogy a pasik durvában nyomják, de hallgatva téged, tényleg, látom magam előtt, 10 öljöngyönőt. Nem, hogy a csajok sokkal durvában nyomják, tényleg. Hát, egy MÁV diszpécsernek se lehet egyébként izgalommentes az életedet. Hát, <kérdez? gül> De már... Természetesen nekem meg kell ezt viszont jegyeztem, hogy én abszolút monogám típus vagyok, és én sokkal sem tudom, szóval melletted, anya? Hány jövendő feli feleséget tettél boldoggá, Tomi? Mondj egy számot 100-tól 1000-ig. Csak a meló. Ez inkább a műsoradáson kívül, jó? Szép történetek lehetnek. Köszi, Tomi, vigyázz magadra, csáó! Szívesen további szép napot nektek, sziasztok! Hello. Azt gondolná az ember, hogy az a nő, akinek megrendelik, az általában szenved, hogy oda jön egy ilyen kigyúrt pali, nem? Én már a férjemben szeretnék lenni, és persze, itt van ez persze. A csúnya test, fúj! Jaj, de hát Tominak is csak a meló, tényleg hazamegy este, nem ilyen, ne is kérdezz szívem. 6-23 éves, aki holnap férhez akar menni. Igen. De most olyanok voltak, mint egy halálra ítélt nymphomániás. Muszáj volt megtennem. Úgyhogy ma korán is fekszek. Mert holnap kettő ilyenre megyek. Te is bírod őket, Juli? Már hogy a csipendéleket, úgy értem, hogy nekünk volt, vagy nekem volt a lánybúcsomon Józsi, vagy János. Józsi, vagy János. Hogy hívnák máshogy, tudod, véletlenül se Kornél, vagy Krisztián, vagy Noel, tudod, persze, hogy Józsi. Józsi, hát Józsi volt, vagy János, valami is, mint Józsi, de nagyon-nagyon rögtünk rajta, nagyon ciki volt. Leültettek minket a buli egy adott pontján, mert dupla. De mi többen voltatok lánybúcsosok? Igen, mert rajtam kívül volt még egy mennyasszony, úgyhogy ketten ültünk, és ez csak megjelent egy, hát körülbelül olyan magas volt, mint a Jani. Tehát, hogyha fölálltam, akkor nálam... És kapitánynak volt ő. Azt már nem tudom, csak az azért nagyon pontosan megvan előttem, hogy ülök, és ilyen körülbelül arcmagasságban volt a tangája, ami ilyen tigris mintás volt. Ez a tigris minta, imádom. Egy pincelyiségben voltunk, rettenetesen izzadt a csóka, és nekem, hát így magára húzta a kezemet, és így taperolnom kellett, miközben így, hát csúrgott róla a veríték, és kusztustalan volt az egész, és ilyen mókákkal is összekötötte az egész fellépést, tehát például beállt mögém, és akkor tudjátok, van ez a hosszú lufi, amit így fel kell fújni hátra. Ja, igen. És akkor berakta a lábam közé, és akkor elkezdte így fújni, és akkor emelkedett az a lufi lábam. Na ez a kínos. Halálkínos volt, majd amikor véget ért az előadás, akkor egyszer csak visszajött felöltözve, leült hozzánk az asztalhoz, és elkezdett mesélni a volt barátnőjéről nagyon szomorú. Az úr mentsen meg egy megzuhant csipendéles csől, aki utána kijönti neked a lelkedet, nem? Jaj. Szóval ilyen borzasztó kínos volt az egész. Aztán a másik barátomnak is rendeltünk, őt egy buszra rendeltük, mert egy buszon volt a lánybúcsú, és ott állandóan leállt a zene. Úgyhogy amikor azt láttad, hogy már nagyon kezdett beindulni, már nagyon dobálta magáról a cuccat, akkor megállt így a zene, és hogy behalt így a hangulat. És akkor így egyik állt egyik lábáról a másikra, a fiú kicsit zavarba volt, akkor megint elindult. De egyébként női szeme jó palik? Tehát, hogy izmos, kigyúrt, táncol, jól táncol, ez tetszik? Én számomra inkább kínos az, hogy valaki beletolja az arcomba akármiét. Tehát, hogy az egész szituáció valahogy nagyon kínos. Tehát, hogy ott van egy tényleg ember... miért kell mindig tarzanos tangában lenni? Nem? És a vége az egész produkciónak, hogy fogja, itt hátul valahogy kikapcsolja, így letakarja a kis csomagot, és kirántja alóla. Igen, és egy kézzel ugye takarja a csúnyáját. És utána nagyon szánalmasan így kiregy gombarra. Úgyhogy közben fogja. Tényleg, mert oda kellene egy, nem tudom, egy függöny, ami összecsukódik, és akkor nem lenne ez olyan ciki, de utána akkor fogja, összeszedi a cuccait. Tatyog kifele. Egyébként miért nem mutatják meg? A csaj levetkezik, miért nem mutatja meg? Mert kicsi? Vagy mert nem merik? Vagy ettől fokozod a hangulatot, hogy nem láthatod? Hát nem, igen. A csajok azok leveszik, nem? Már a csajok leveszik. Le? Hát a le. Mindig pasikat hívtunk, basszus. De, hogy nem tudom, nekem még soha nem volt ilyenem, hál' Istennek. Egyszer volt. Nem volt legény búcsúd? Egyszer, nem volt. Na, ha elveszed újra a Mónit, én csinálok neked volt. Egyet, jó? És mi legény búcsúm volt? Hány évete lehet újra házasodni? Már nyugodtam, már benne van. Nem beszélhetek erről. Nem volt, már elfelejtettem mindent. Jó, ha újra házasodtok, akkor enyém a legény búcsúd. Jó. Jó?
Lesz ott minden tofu, szeitán. Ne is sorold. Akkor már a lányok se kell. Rántott patisson. Ne is mondd, francia krém. Avokádó krém. Mindent hozok neked, amit szeretnél. Figyelem, figyelem. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ebben a műsorban nekem mindig az a feladatom, hogy kérdezzek, és akkor álhülyét játszak, ugye? De én szívesen itt vagyok van. Direkt hülye, aha, hogy a kérdéseimmel tovább bőrítsem a műsor folyamon. Mindig behozok egy-egy dolgot, amit direkt nem értek. Hogy a fenében van az, hogy csinálják az egyes villamos pályájának építését, és a lelkes munkások annyira belemerülnek a légkalapács, meg mindenféle más eszköz használatába, hogy belefúrnak a kisföld alatti födémébe. Hogy ez... Hát most te mondtam, de mi a kérdés? Ha előfordul ez, nem? Amitől az alagútban omlani kezd a vakolat. Honnan tudták volna, hogy ott van az a kisföld alatti? Már most kezdjük már elemeit. Van ott két ilyen állomás. Hát te azt látod, hogy az egyébként ott merre megy? Nem. Hát nem látod? Ha miért nem látod? Ha mert a föld alatt van. Hát hogy látnád? Ugye múltkor a tökölit vették föl a sineket, a tökölim, és ott ugye átvágtak egy vízvezetéket, aztán elkezdtek belépőjét szedni, mert idősebb asszonyok úszó sapkával megjelenve a hónuk alatt, ugye mondták, hogy hát akkor ők jöttek csobani egyet a nyári szünetet töltő unokákkal. De ilyenkor elkezd a Józsi fúrni egy légkalapáccsal, és ott áll mellette valaki egy ilyen rajzzal, megy a légkalapács, elindul a dolog, fúr nagyon, majd egyszer csak rájön, hogy meg kéne állni. Nem jön rá. Ugye? Az a jó, hogy ott mindig van egy ilyen műszakvezető, tudod? Igen. Mert a légkalapácsos, ő légkalapácsolni tud, de nyilván van egy ember, aki a tervrajz, hogy ért, hogy le tudja olvasni, igen, amire oda van írva, hogy 40 centit le kell fúrni. Mert egy, de most az megvan egyébként, hogy a sín... Józsi, kb. 40-et! Mit mondasz? 40, te barom! Mit mondasz? Állj már, anyádan! Figyelj, nagyon sokat kellett átfúrni, tehát ez 2 méter legalább. Jó, hát most 2 méter vagy 40 cent igazából nem olyan nagy különbség. Józsinak azt mondták, Józsi, fúrja! És Józsi fúrt. Megkapta a légkalapácsot, fúr. Hátul hogy... vagyunk, kávézunk. Józsi kám, 40 centért. 50-nél azért lassíts. 80-nál álljál meg, mert lecsapja a biztosítékot. Érted? Ebben belefúrtak. És kézzel milyen, mikor jössz te a kisfolgy alatti sofőrként, igen, vagy vezetőként, ugye? Boldogan, kicsit unatkozva, mert minden nap 30 éve ugyanaz a vonat, mész előtt, és azt látod, hogy... És beesik valaki. És megjön Józsi a légkalapáccsal, benéz. És így... Úristen, tudod, ez csak omlik a föld, elmész arra, megfordulsz, már nagyon omlik a föld, és a harmadik járatnál megérkezik Józsi a légkalapáccsal. És ott sétál a sineken, és fölötted pedig világosság szűrődik be. Azért az egy nagy élmény. De várjál, Józsinak nem is lehet gyanús, mert sín, ugye? Tehát lehet, hogy még tovább is fúrt volna. Hanem hosszában voltak a sín. Szóval azért ezek nagy rejtélyek. Nyilván ahol dolgoznak, persze elkövetnek hibát, de azért belefúrni egy föld alattiba. Ahol fúrnak, logés van. Így van. Micsoda matematikai törvényszerűség. De hogy azért ez, gondold el azt az embert. Én hát úgy feküdnék le, úgy feküdnék le, hogy azért ezt csináld utánam. Nem? Aha. Tehát azért tehát ilyet befúrni bárkit. De nem ő a hibása, te az, aki odaállította fúrni, nem? Vagy aki nem mondta, hogy föld alatti van alatta. Szenzációs. Gépi légkalapács, azt írja valaki, és a vibráció. Jó. Az mi? Mi aha, az a gépi légkalapács? Hát, hogy... Ha mindegyik légkalapács gépi. Ez igaz. Igen. Hát, ha sarkaddal ütöd nagyon erősen, akkor... Akkor az nem. De ez az ritkán manuál. Valószínű. Gépi légkalapács is az a vibráció. Ja, biztos, hogy ez egy nagy gép. Ennyi. Annak egyébként szemtanúi lehetünk volna, hogy a föld alatti vezetője megáll, föláll a föld alattira, és kidugja a fejét, mint egy aha, kis vakon. És körbenéz. Ez a lyuk még nem volt itt. Most tudom, mint a kis vakon, amikor megy egy kereszteződésben rossz csatornából jön, és mennek fölötte a kamionok. Húha, ez kicsit veszélyes. Inkább visszavágszik, és vezeti tovább. Hát, ez a szívlapát, az innen valami ronda tő. Nézd már, űrge, öntsük már, kinézd már. Nézd már, pislog is, hallod, pislog már hozzá, egy lapát, pislog, beszél is az anyjáról. Rohadt intelligens, hogy űrge, te olyan rávágok, meg balondul. Áj, miért nem tudunk ilyen pillanatoknál ott lenni? Tudod, hol lennék ott? Amikor rájöttek, hogy átfúrták. Gép leáll, kávé letesz, kéz megtöröl, beszéljük meg. De beszéljük meg, hogy annál ott, hogy ezt kimondja el a főnöknek. Mert ugye szegények, hát nekik ez a munkáig dolgozniuk kell, de azért ezt ugyanakkor valakinek közölni kell, tudod. Hát ha oda kell menni, azt a válságstábot ott, nem? Szóval azt azért ott meghallgatnám.
Hát mire találtak szalmaszálat? Nem, gondold el, hogy esetleg nem tudták, hogy mi van alattuk, és ugye létrát csinálva, megfogva egymás lábát, leeresztették az embert, hogy nézzen körbe lent. Menjen le valaki. De fogd meg a lábam. Hárman fogták egymás lábát, és valaki benézett az alagútba, és mondta, hogy jön egy világító szem. Húzzatok, ki jön egy világító szem. És ugye ki kellett húzni? De te vigyázzál, a Gézának elvitt a felsőtestét valami az előtt. Csak a derektum felfelé tudtok visszahúzni. Valami elragadta, valami iszonyú halem. Egy Godzilla, vagy nem tudom mi akkozik ottan. Húzzatok ki, vagy dudá. Ők most a legnagyobbak. V. Zolika, hát az ő pályafutása egész egyszerűen számukra teljesen megdöbbent, hogy valahogy kedden vagy szerdán ráakadtunk, és azóta kedveljük, imádjuk, reklámozzuk, és 40 ezerről feltornáztuk 100 ezerre. Teljesen megdöbbentő módon vettük észre, hogy rengetegen egyébként ismerték B. Zolikát, de annál többen nem, viszont most már egy ország ismeri, kedveli, énekli, és nézte meg a YouTube-on. Ugye tettünk egy ígéretet, miszerint ha B. Zolika eléri a 100 ezret, akkor felhívjuk, és meghallgatjuk, hogy született a dal, ki ő, mi ő, egyáltalán megismertetjük az egész országot. Mit csinált, hogy nem tudtunk róla. Hallott is, hogy bújós pityú. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Balázs, jó reggelt. Morning Show. Szervusztok, szervusztok. V. Zoltán? Tessék? V. Zoltánnal beszélünk? Pontosan. Igen! Micsoda médiatörténeti pillanat! Zoli. Figyelj, Zoli, te a hangodból halva vagy, te erre számítottál, szóltak neked, hallgatsz minket, tudtad, hogy az elmúlt két napban veled foglalkozunk, mert úgy vetted föl, mintha tudtad volna, hogy mi vagyunk. Hallgattam, így van, végig a... Komolyan? Leírtam is egy kommentet nektek egyébként. Nem... Láttuk, hát ugye nagyon sokan írnak V. Zolika nevében ilyenkor, tehát rengetegen nézze, nem tudjuk. Mindenki V. Zolika akar lenni. Persze, meg ha durva volt, moderáltuk. Igen, így van, eléggé sok durvaság, de nem probléma, ezzel együtt kell élni. Figyelj, neked az igazi neved Zoli, tehát így van. Zoli. Így van, aha. Zoltán, így van. A V az akkor egy vezetéknév rövidítés, vagy ötödik Zolika? Az egy vezetéknév. Vezetéknév rövidítés, jó, hát azt nem akarod, nem kell elmondani. Na, hát... Biztos, hogy tudjátok, lássátok a... Varga. Mindegy is, van egy csomó tipp. Így van. Na, figyelj, hát szerdán vagy kedden, már nem tudom, pontosan rád akadtunk az interneten. És hát megkedveltük a dalodat, az a helyzet, sőt, mi több azóta már többször bemutattuk ezt az egész országnak. Igen, ezt nagyon köszönöm nektek. Láttad a számot a megtekintésnél? Igen, folyamatosan kísérem én is. Mennyinél vagy most, tudod? 107 ezer. Annyi, körülbelül így van. 47 ezerről mentél föl. Kinek az indítatására, vagy hogy vagy? Ezt kitalálta ki, hogy kell egy videóklip, hogy elindulsz a Balatonra? Ezt közösen találtunk egy barátommal ki, hogy írjunk egy ilyen számot, mert ugyanis mostanában nem volt ilyen balatoni szám. Hát nem. Írva, és elég sokat tartózkodunk ott, és azt leírtuk, amit éppen csinálunk a Balatonon. Meg mint általában a többi ember is. Igen. És ehhez csináltok egy videoklipet is. Így van. A kritikus úgy fogalmazni, hogy ez maga az élet. Ez maga az élet, így van. Ez maga egy élet, így van. Egész fiatal koromtól kezdtem én ezt az éneklést, tehát jártam bálba, a bakodalomba, a fellépésekre egyéb, és 20 év után ez megszűnt a munkahelyem miatt, tehát nem tudtam csinálni, és most 3 éve ugyanúgy folytatom, próbálgatok, csinálgatom, zenélek, tehát lássátok, hogy van slágerek és lakodalmas nóták is van bent. Igen. És hát most éppen múlt héten lakodalomba voltam. Aha, tehát hogy vannak fellépéseid. És hívtak is oda. Így van. Tehát hogy tudatosan mentél oda. Aha. Pontosan. Figyelj, hát a dal egész egyszerűen elképesztő, tehát ahogy ebből az Audival ott, nem is tudom, egy rózsafűzér, vagy valami lóg középen. Az, vagy... az rózsafűzér, így van. Így van, egy rózsafűzér, és utána elindultak a Balatonra. Szenzációs. Kik az úriemberek, akik a hátad mögött ülnek a videoklipben? Mert nem túl nagy szerep jut nekik, mindenképpen ott vannak, eszik veled a lángost, ülnek a fűzfalat. Ott van a barátom, amikor csináltam, és van a fia.
Aha. És a fiad is benne és van. És melyikük az unott, és melyik a fáradt. Igen, ők kevésbé élvezik a Balaton. Igen. Te nagyon a videóklipből ez kiderül, ők úgy elnéznek a messzibe. Figyelj, a szöveget hallva azt gondolom te írtad. De ki írta... Közösen írtuk ezt. Ezt gondoltam, hogy... Barátom csinálta rá a zenét. Na, ezt akartam kérdezni, mert abban ez a mesteri inkább a zene, tehát a szöveg se rossz. De hogy a zenét a barátod csinálta? Így van. Aha. És a szövegírás az hogy zajlott, hogy a barátod megcsinálta a páros sorokat, te meg a páratlanokat, és aztán összeraktátok? Hát együtt beszélgettünk, és konkrétan, hogy melyik szavakat tegyük be, vagy mit tegyünk be, tehát ez elég sok időbe. Arra vagyunk konkrétan kíváncsiak, hogy a refrénben szereplő víz szó kinek volt az ötlete? Hát a tó. Nem, a víz, ugye tűz? Igen, tűz, víz, de ott keresztrímek vannak, írta egy hallgató, igen. Tehát, hogy a lángos íz, hogy van Zolika, segítsek, hogy lángos a íz. A vízcsobbanás? Igen, nem, hogy a lángos íz és a fűz, ugye ezt fűztétek össze? Így, a lángos íz és a fűz. Hát ami ez a balatoni történetnek a egész mindene, hogyha leül egy hűvösbe, a fűz alá és a fűz, érzi az a fűz alá, és így van. Vagy énekel, vagy alszik, mondhatnák többet is. Jó. Úgyhogy ez onnan jön. Figyelj, Zoli, ha meghívnánk egyszer, hogy ez ad nekünk elő élőben. Semmi akadálya. Az a baj, ettől féltem. Erre a válaszra vártam. Színpad van, technika van. Kicsit reménykedtem, hogy nemet mondasz. Hogy valamelyik a klassz nyáron, nem itt nem 10-kor, mint főfellépő, hát ezt ne haragudj, hogy még a vastagékat nem tudjuk ki, de valamikor, mint a 9 és 10 között, vagy a hírek alatt ezt élőben elnyomnád nekünk? Bárhová elmegyek, megtek. Jó. Köszönöm a segítséget. Ne hülyeség. Ne viccelj. A minőség mellé mindig szívesen odaállunk. Imádunk. Én a klippet is, az egészet már elküldtem összes barátomnak. Nagyon szeretik ők is. Volt barátaid. Igen, azóta nem válaszoltak. Nagyon, de tényleg, szóval imádjuk. Jó, Zoli, nagyon köszi, drága vagy. Csinálj, még ez simán fölmegy 200 000-re. Jó? Jó, köszönöm szépen. Vigyázz magadra, megbeszéljük akkor, hogy melyik helyszíre jössz, jó? Persze, várom, melyik elmegyek. Imádunk, köszi Zoli. Szia. Ciao, hello. Hello. Na gyerekek. Ez van. Hát, ha valaki még nem tudja, miről van szó, drága szegediek, Vézolika és a Balaton című remegve szabott kis láger. Immáron 105 000-es kattintással. Az a bevezető. Micsoda latin gitár. Figyelj, aztán folytatod. Figyelj. Bogonyán, újra a Balatonon, délután, kedemben a lángosom, lemerül. Imádom. Végre a telefonom, kizárom, most minden gondom bajom. Figyelj. Csak téged imádlak én. Balaton! Bezelő naptűz. Tűz. Hűsítő a víz. Na, erről beszélünk. Árnyékom egy fűz. Számban lángos íz. Vízi bicikli. Vízi bicikli. Delfines csúszdás. Nagyon nagy. Delfines csúszdás. Csúszdás csopanás. Ezeket mind én akarom. Hát gyerekek, itt a helye. Hova vigyük? Hát csak Balaton, tehát csak Lelle vagy Füred. Füred. Uh-huh. Ha mondjuk a benzinköltség, akkor Velence. Nem kérdeztük meg, úti költség plusz gázsi? Vagy hát, csak valamit fizetni kell, figyelj. Hát egy 100 000-es letöltés számú művésznek már kell fizetni. Igen. Jó, de a bakok akkukasza nincs. Na figyelj. Téged imádlak én. Balaton! Tűnőben a nap. Figyelj. Korsom szélén hav. Rázámon keszeg. Tűnő ezresek. Hangol a primás. Megőrülök, annyira jó. Lelkem táncot jár. Nekem nem kell más. Mert én itt most. Ja. És a szóló, hát jó, is a szólót már nem. Hát gyerekek, Vézolikának egy nagy taps! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.